6 óra 8 perc pontosan. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok, hello Laci. Jó reggelt, sziasztok. És Gyuri, szia. Jó reggelt, sziasztok. Ó, Gyuri, te még meditációban vagy, látom. Nézel magad elé, látom, összeteszed a két kezed. A szignál utolsó pillanataiban én meredek magam elé, és felkészülök a harcra. Mint ahogy a boxoló mielőtt belépni. Kőkemény vagy, igen, köszönöm. Figyelek. Te nem, neked nincs ilyen rituáléd? Nekem a rituálé más. Én adagolom az adrenalint, és akkor van a csúcsponton, amikor 6 óra 8-at mondok, csak most elvonta a figyelmem egy SMS. Ah. Azért bakiztam bele. Ó. Igen, de itt van velem az erő, csak igen. Én máshonnan szedem. Igen, tudom, hát birkózunk előtte, kicsit fájtolunk, ilyesmik. Igen, pofoszkodunk egymás, hogy felpöcköljük az ideget. Így. Igen, hello Anett amúgy. Jó reggelt, jó reggelt, szia. Hello. Akkor megfelelően felpöcköltük az idegedet ma is. Igen. Jó. Nem, itt valaki kérdezi, nyilvánvalóan mindenki érti, hogy miért a Depeche Mode-ot, nem mindenki, majd mindjárt akkor érteni fogjátok. A Depeche Mode-dal kezdtünk, valaki azt kérdezi, hogy érdeklődik, miért kell minden reggel 6 előtt depressziós zenét játszani, köszi a választ, Funky. Figyú, azoktól kérdez, akik csinálják. Szerintem ez a hat előtti dolog, ez el van engedve. Tehát olyan, mintha így elengednénk a lovakat, így bedobnánk a gyeplőt, és történjen, aminek történnie kell. Mert hogy az, aki csinálja, vagy elengedte a gyeplőt, az még alszik hat előtt. De mások meg szenvednek. És igazad van, nem tudok mit csinálni. Többször kértük, ugye? Igen, hogy valami legyen, bennünket se vezessen fel az, ami tölti is. Hiába. 5-ig össze, vagy 4-ig összerakja, és 4-től 5-ig mász, hogy elfogyott. Nincs erőm. Igen. Mások meg dicsérik a zenei szerkesztő, de nincs is ilyen. Tehát valaki azt hiszi, hogy ott ül egy zenei szerkesztő, tele kottákkal, fejhallgatóval, triangulummal, hangoló villával, minden, és rakja össze, rakja a piros alá a zenéket, a Dénes Tomi alá. Nincs is ilyen foglalkozás. Tényleg. Katikám, hozd már ki a raktából Rolling Stones-nak a kottáját, mert akarom nézni, van abban a középrészben az a fél hang, hogy az passzol-e oda 4.32. Igen, régen még így csinálták. Lejátszanám a vágó piros alatt ezt a szintetizátoromon, hozd ki azt a kottát. Igen. Na, még vannak üzenetek. Morgan, mindenkinek először is nagyon köszönöm a rajongói csoport néhány tagjának a tegnapi köszöntést. Másodszor pedig Rest in Peace Ray Liotta. Szegény, igen, és nem csak ő, hanem Andy Fletcher a Depeche Mode-ból, és ugye így értitek most már, hogy miért azzal kezdtünk. Ő a billentyűse volt. Tudunk valamit róla egyébként? Nem, egyelőre csak annyit közöltek, hogy tehát a csapat tagjai annyit, hogy a halálhírét osztották meg, de ennyi. Hogy mivel halt meg, azt nem lehet. És Ray Liottáról tudunk valamit? Álmában annyit. Annyi volt, igen, hogy egy forgatáson volt, igen. Éppen dominikai köztársaságban, és elaludt. Igen. Azt a mindenit. És Andy Fletcher 60 volt, és a Ray Liotta meg 68-67. Igen. Igen, már ennyire idős? Igen. Nekem mindig ilyen fiatal gangster volt így a feje. Igen. Igen, mert az marad meg, de hát igen. Azért az utóbbi években nem volt a külsejének a legjobb formája, de tök mindegy. Na mindegy, hát tehetséges volt. És nagy karaktereket játszott. Gabi bátyám, jobb reggelt, egyetlen nőstény szúnyog is el tudja rontani a nyugodtnak induló éjszakámat. Csíp, rúg, zúg, zümmög, énekel, muzsikál, kikészít, elbújik, felzaklat, kizavar egy másik szobába, elrontja a másnapomat. Pedig csak 3 napig él, de lerak közben 300 petét, vigyázunk barátaim fecskékre, békákra, denevérekre, a McLaren-es. Gyakorlatilag ezt az ökológiai körforgás szépen leírta ezzel. Igen. 608 és Svej reggelt, ma, aki hallgatja a bocsiékat, vagyis mindenki, kapcsolja be az autója lámpáit, és így ünnepeljük a mai névnaposunkat. A jachtos Jány megmondja, milyen névnap, szép napot, öcsi, a kamionos. A jachtos Jány rengeteg névnapot rakott ide bele. Az első a legfontosabb. Hella? Igen. Az egy fényszóró. Igen, és egy női név. Szemben. Nem, Lacika? Igen, ugye? Nagyon tudnak fényszórót. Igen. Főleg ködlámpát. Ködlámpát, Hella. Jó, az a sárga pluszba felszerelve. Igen. Emlékszem rá. Igen, igen. Nivákon. Min? Ladani Vákon. Hát az is a Lacika szakterülete. Madár Dalos, jó reggelt, szép pénteket, kellemes hétvégét, jó pihenést mindenkinek. Na, ezt beköszönt, elbúcsúzott, kész. Nem én vagyok a Szolnoki Mária, Republik, szeretni valakit valamiért, puszi, ölelés, Mária. Hát akkor nem te vagy, de akkor is üdvözlünk. Sziasztok, tegnap bejelöltem a Facebookon Dórit, a Borássalt és Pszichó Debrecen. Azonnal visszajelöltek, olyan jól esett, úgy érzem, mi egy nagy család vagyunk, Judit. A tanyáról. Szép jó reggelt, 22 éves a kicsi fiam. Emlékeztek, ez az anyuka írt, minél tudni fogjátok, akinek drukkoltatok múlt héten az álláshoz.
3 nap után felmondott. Azt a mindenit. El vagyok keseredve, bár többen vigasztaltak, hogy a mai 20 évesek ilyenek, de tényleg, ha igen, ez elkeserítő, annyira nem szeretnék beleesni abba a hibába, hogy azt mondja, hogy bezzeg az én időmben. Mondjuk, az sem segít, hogy az apukája mindent ráhagy, és így én vagyok a gonosz anya. Nincs valaki szakértőtök, aki tudna tanácsot adni, kihez forduljak? Milyen értelemben kell ez szakértő? Mert szerintem ez nem egy pszichológiai ügy, hanem sokkal inkább valóban a társadalom leképezése, nem? Hát tehát, hogy ma minden olyan értéktelenné válik egy munka is. Igen, pont itt adás előtt beszéltük a Lacival is, hogy teljesen megváltoztak a munkához való hozzáállás, meg a szokások ennél a generációnál. Tehát, hogy egészen lazán kezelik ezt a dolgot, meg ilyen nagyon apróságok is el tudják venni a kedvüket attól, hogy mondjuk egy munkahelyen maradjanak. Hát ne felejtsük el, hogy az én szüleim abból indultak, hogy van egy állásod, akkor te meg vagy nyugdíjig, meg vagy szevasz, kész, maradok, nem megyek sehova. És a mai fiatalok, nekem is az öcsém informatikus, elment az egyik nagy telekommunikációs céghez, 2 hónap után fölmondott, azt mondta, hogy nem jó a társaság. De tényleg, azt mondta, nem jó fejek a kollégáim. Tehát, hogy a mai fiataloknak sokkal kevesebb elég ahhoz, hogy azt mondják, hogy cső, mentem, majd találok mást. És szerintem egy szülőnek ezt nagyon nehéz lehet megérteni abból, amiből ő jön. Kérdés, hogy kinek van igaza? Lehúzzál egy egész életet olyan munkáin, amit nem is igazán szeretsz? Aha. Vagy keressél újra és újra és újra? Nézd, én azt gondolom az anyukának üzenném, hogyha a fiad bár felmondott, de most azon van, hogy találjon új állást, akkor minden oké. Okay. Igen, akkor legyen tényleg a legmegfelelőbb. Biztos meg volt az oka. Hogyha ő felmondott és újra hazament és elkezdi lógatni a lábát, az annyira nem oké. Okay. Igen, ennyire meg csak ismered a fiad, hogy ilyen vagy nem. Ja. Szerintem a szakértőnek inkább arra kell, hogy ő a szigorú anya, a farkas anya, és apa meg azt mondja, hogy jó, hát majd lesz alól. Ez is egy kérdés ebben, amikor a szülők, tudod, máshogy állnak ez a dologhoz. Bizonyám. Na jó, de azért másik szakértő akkor. Kettő kell. Sziasztok, Gábor, ha a hashtag bocskorra fekszünk, illetve rátok kerünk, az már betegség, szép napot, üdv, Laci. Hát, ja, igen, az igen. Mások. Az még bocsinak is sok lenne. Még nekem is sok. Karanténban nem menj azért. Na, Jachtos Jány, mit írtál nekem? Jachtos Jány. Az van, így kezdi. Az van, hogy Tiszacsegén ma 28, holnap 27, vasárnap 16 fok lesz. Nem, 22, elnézést, holnap 22, vasárnap 16 fok lesz. Na, ettől félek. És a hét utolsó napján még esni is fog. És a vasárnapon kívül melyik a hét utolsó napja? A vasárnap, csak már nem akartam még egyszer, hogy vasárnap 16. Ja, tudom, a szinoníma kényszer. Igen, igen. Ismerlek. Oké, okay. Ami az ország többi részét érinti, ma 25 és 31 fok közé melegszik a levegő, számottevő csapadéktól sehol sem kell tartani, legalábbis napközben. Éjjel aztán megérkezik az újabb hidegfront, ez rontja el a hétvégi időjárásunkat. Szombaton már sokfelé eshet, 15-24 fok között alakul a hőmérséklet, vasárnap még hűvösebb lesz, mindössze 13-24 fokra van kilátás. De a Tiszacsegén 16 lesz vasárnap, akkor hol lesz a 24? Hát, várjál, az most a Dunántúlon lesz. Megnéztem egyébként tegnap, és holnap a déli ország részben lesz sokkal hűvösebb, és itt éjszakon lesz jobb idő, szombaton. Vasárnap viszont a Dunántúlon lesz több napsütés. És teljesen elkented az információt. Én azt kérdeztem, hogy hol lesz 24. Hát azt honnan tudja. Hihetetlen a csaj. Na jó, és akkor még így zárja Anett, hogy ennek ismeretében érdemes tervezgetni a hétvégét. Névnap Hella és Ágoston. Alapból. Alapból. Ezek ugye a nagy nevek, és most jönnek a kis nevek. Igen, csak hogy senki ne maradjon ki. Agrippa, ezt nem is tudom, hogy van ilyen. Én eddig azt hittem, hogy az influenza. Vagy egy ital. Agrippa, az nem is lehet egy ital, igen. A grappa. Ja, igen, jó, oké. Okay. Oké, okay, Gyula. Ez az igazi Gyula, vagy van még Gyula? Nem, ez egy kósza Gyula. Kósza Gyula. Paszkál, most volt Paszkál. Igen. De ez is egy kósza. Igen. Pelbárt. Az igen. Ez igazi. Az igazi név egyáltalán? Igen, Solymár mellett van. Szörénke és Szörényke. Ez hihetetlen. Diáz nincs benne a magyar név, nem tudom, nomenklatúrában, vagy Tiago, de Szörénke és Szörényke külön-külön N és NY-nal azért benne van. És tudják ezek? Tudják, hogy senki nem nevezi a gyerekét Szörénkének? Érted? Nincs ilyen ember. Hát ezért, de belerakják, érted, és ezek kiszorítják Diáz meg Tiágót. De ezek nem úgy lesznek, ezek a Szörénkék meg Szörénykék, hogy a Scrabble-ből kiveszik a kis bársony zacskót, összerázzák a betűket, kiborítják, aztán akkor hogy? Mert ez már meló. Akkor hát, hogy? Jelentkezik egy új hullámos házaspár, hogy mi a gyerekünket úgy szeretnénk elnevezni, hogy Szörénke.
és akkor megvizsgálják, hogy a magyar nyelv szabályai szerint lehet-e szörénke. Tudom. Tehát az és lehet. Na, de akkor de a magyar nyelv, nem a magyar nyelv szabályai egyedül a mérvadóak, mert akkor lehetne pohárka is. Abszolút. Milyen nem? Szép név. Radiátor. Pohárka. Igen. Hanem ugye van még egy csomó szempont, illetve pontosan nem tudom, mik azok, hogy ne hozzá szégyent a gyerekre, vagy nem tudom, valami ilyesmi is van benne, nem? Hát azt a szülők meg tudják név nélkül is csinálni. A pohárka egyébként az fiú vagy lány név? Kislány. Az lány a pohárka? Ez abszolút, igen. Ja, és a fiú változata a korsó. Ja, na jó. Évfordulók, ma van a sürgősségi orvostan európai napja. A sürgősségi orvostan. Ez érdekes, hogy van ez a szó összetétel ezek szerint, mert ugye a sürgősségi osztályon gyakorlatilag mindig spontán betegek érkeznek, sose lehet tudni, hogy milyen bajjal, nyüggel, és ott az orvosnak akár fülészetben, szemészetben, sípcsonttörésben, mindenben ott kell lenni a toppon. Tetőtől talpig, kívülről befelé, belülről kifelé mindent kell ismerni. Ráadásul nagyon gyorsan egyébként, nagyon gyorsan rá kell jönni, hogy mi lehet a gond. Ez a sürgősségi szó utal erre. Igen, nekem ez. Igen. Na, beszélünk ma erről, majd mindjárt ki fog derülni. Aztán 74 éves ma Presser Gábor, Isten éltesse. 47 éves Jamie Oliver, azt írja az Anett, hogy angol szakács showman. Milyen show? Milyen show? Ne. De, hát ő azért elég nagy showman. Hol volt? Milyen showt láttál? A nagy Jamie Oliver show? Fűszer igen, showman. Igen, amikor arra emlékszel, mikor mesztelenül főzött, nem? Az volt neked a nagy show, nem? Erre gondolsz. Arra csak te emlékszel, Gyuri. Erre én sem emlékszem. Volt ilyen pucér szakács. Így kezdte, bizony. Ez volt a sorozat, a pucér szakács. Így kezdte? Az volt a nagy show. Na jó, 85 éve nyitották meg a Golden Gate hídat San Franciscóban a gyalogosok számára. Nem sokára nekünk is lesz ilyen évfordulónk. Ne idegesíts. Hát nem, a Lánchidat megnyitották a gyalogosok számára, azt Viszlát. Ne ijeszgesselek. Én is még nem tudom, hogy mit kezdjek az információval. Ha ez igaz, hogy a Lánchidat lezárják az autós forgalomnak, miután majd felújították, akkor én nem tudom, mit csinálok. Építek egy hidat. Mellé. Csak autósoknak. De egy szebbet. Hát szebbet nehezen, mert azért gyönyörű ez a híd. Ez igaz. Az gyönyörű az a híd. Vasárnap van gyermeknap. Hú, mit illik gyermeknapkor csinálni szülők részéről? Ezen gondolkodtam én is. Én programon gondolkodom. Ajándékot adni. Ajándékot én adni? Én azt szerettem, nagyon igen. Ja, Gyuri, mit szerettél? Mit kaptál? Lufit. Lufit. Mai napig megvan. Na jó, Paks 12 fokos 27 lesz, és sütni fog ma ott a nap. Épp úgy, mint Miami-ban. 17, ott a kezdés, 30 lesz a csúcs. Szexár 12 fokos, 27 fok lesz majd, és napsütéssel. Ma napsütés lesz, úgy látszik mindenhol, Zalakaroson is. Ott 12 van, most 26 lesz majd. Budapest 13 fokos, 27 lesz itt is, és itt is napsütés. Tehát ez a nap, ez még jó, és holnaptól szuper kezd el romlani, ugye? Igen, már az éjszaka megérkezik ez a fránya hidegfront. Záporral, zivatarral, és kis mennyiséggel, és akkor az egész, de kell ugye a földekre a igen eső. És ez lesz délen? Kell ugye a földekre az eső. Hát a folyam, tehát kell. Miért nem énekel ez a Kovács Kati dalt, ezt a hozd el, uram, nékem az esőt. Ott, mert ezt az István Dani énekelt. Jelen. Az is szép volt, kedvenc dala volt. Hát a Kovács Katiba szerelmes volt. Komolyan. Amikor még tudott szeretni. Aztán abban a három hónapban. Aztán dolgozott velünk, és ez kicsorbult, ez a képesség. Ez a képesség eltűnt örökre. Na, beszéljünk egy picit gyűjteményekről. Általában, amikor valaki azt mondja, hogy van ilyen vagy olyan gyűjteményem, akkor én már ásítozom. Tehát oké, érmék, oké, bélyeg, oké, törülközők, oké, szalvéták. Uh-huh. Tehát ennek olyan nagyon értelme, azt hiszem, nincs, de megértem azt, hogy akinek van egy szenvedélye, az olyasminek is tud örülni, aminek én nem. Ez igen, valószínű. Igen, na most van egy magyar fiatalember, képzeljétek el, ő elkezd egy gyűjtögetni. Teszem hozzá, ő aukciós házaknál dolgozott, ugye? Jól mondom, Gyuri? Igen, úgy tudom. És onnan lobbant fel ez a lelkesedés. Különböző hírességek dolgait valahogy így megszerezte. Aztán egyszer csak egyre inkább fókuszált Michael Jacksonra. Aha. Olyannyira, hogy gyerekek, én elképedtem, amikor láttam a fotókat, hogy mi van nála, ennél a magyar fiatalembernél, amit Jackótól ismerünk. Van az a piros Jackie, biztos ti is láttátok, amin van ez a valamiféle furcsa iskolai címer. Aha. Azt hiszem, hogy láttam olyan képet, hogy Jacko a majmával van, és abban a Jackie-ben. Uh-huh. Az nála van. Ott van a 80 millió ezer, nem tudom mennyi, Swarovski kristálya kirakott fehér kesztyű. Abban lehet, hogy több volt neki, de az egyik nála van. A fehér zokni.
hogy kerül ez egy magyar emberhez? Árveréseken vette. Nagyon fura. Árveréseken vette. Akkor van, ez, van ilyen fém állarc, amit valamelyik dalban a turnén használt. Igen. Nála van. De komoly. És ebből csinált egy kiállítást. Igen, képzeljétek el, nagyon sok pénzt költött, 100 millió forint felett ezekre a kis relikviákra, és őt felhívjuk telefonon, Nagy Balázsnak hívják, és megkérdezzük, hogy hogyan jutott hozzá ezekhez. Honnan tudja ő hitelt érdemlően azt, hogy ezek valóban eredeti Jacko által hordott, birtokolt tárgyak, és nem valamiféle zokni a H&M-ből. Hát nem mindegy, mennyit fizetsz. Hát ugye, te, nagyon nem, persze. Te mikor mennyit fizetél maximum egy zokniért? 500. De én 5-ös csomagban veszem. De igen, én is. Na hát ez sokkal többe került. Azért mondom, nem, hogy eredeti, nyilván megéri valakinek. Vele fogunk beszélgetni. Hogy jutott hozzá a Jacko relikviákhoz, és ezt meg lehet tekinteni egyébként. Na, ez az egyik témánk, és a másik, amit ígértem, ugye pontosan ez a sürgősségi nap, Európa sürgősségi napja, sürgősségi orvostan vagy ellátás napja, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert a sürgősségit Magyarországon azért illik szidni. Hajjaj, ugye, mindenki van egy ismerős, aki elmes, de hogy mentünk a gyerekkel, és várni kellett, és ránk se néztek, és azt mondták, hogy jaj, ugyan már, és elbagatelizálták, pedig szerintem. Igen, pedig szerintem, ez a, és a ránk se néztek, így van. Na most azért abba gondoljatok bele, hogy nyilvánvalóan a sürgősségi ellátás az egy olyan dolog, hogy nyitva állnak az ajtók, és bárki beléphet az ő sürgősségi bajával. De hát van egy korlátozott számú orvosbrigádot, és ők fogadják a fülfolyásost, a lábtöröttet, a keringési zavart gyanúst, bármi, a fejre esett, a vérzőst, így van, bárkit fogadnak, és nekik ott rangsorolni kell, hogy ki sürgősebb a másiknál. Gyakorlatilag ránézésre. Hát igen. Én egyre emlékszem az első segélykönyvből, annak idején, amikor vezetni tanultam, hogy nem a jajgató beteghez kell menni először, hanem a csöndeshez. Ennyire emlékszem, valószínűleg őnáluk ennél több szabály van. Ennek is van logikája, így van. Na jó, de miután ez a napja ennek a nagyon-nagyon fontos orvosi tevékenységnek, ezért mi felhívjuk ma a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság elnökét, ő egyébként gyakorló orvos, szolgált a délszláv háborúban is egyébként, és mint orvos, és jelenleg a Heimpál gyermekkórházban a sürgősségi osztályt vezeti, ő dr. Bognár Zsolt. Tehát ő el fogja tudni nekünk mondani, hogy amikor mi kint várunk, akár hozzátartozóval, akár saját magunk, mi zajlik bent. Mi zajlik bent, ők hogyan veszik előre azt a beteget, és váratják meg a másikat. Mindenhez értenek? Tehát, hogy gondolj bele, van akinek egy gyufaszál van a szemében, jaj, és valakinek meg, nem tudom, vérzik az alkarja. A harmadik szédül, és majdnem összeesik, és a negyedik meg éppen lenyelt egy banánhéjat, és nem, tehát hogy majdnem fullad. Tehát, hogy mindenhez kell érteniük, ott mindenki, egy szakorvos brigád van ott, vagy azok az orvosok mindenhez értenek. Tehát egy csomó kérdésünk van ezzel kapcsolatban, és ha már napja van, akkor beszéljük az egyik legnagyobb szakemberrel itthon. Jó lesz belelátni egyébként, hogy a másik oldalról mi történik. Meg talán azt is el fogja mondani, hogy mivel ne gyertek a sürgősségére. Tehát, hogy már álltok van olyan, hogy mitől receptért mennek be. Meg de. Tehát, hogy az is veszi el az időt. Na jó, szóval ez lesz majd, Vogával is beszélünk majd, ő pedig el fogja mondani itt a ruhaviselet alapján, hogy ki milyen színt hord, olyan ember. Így van, egy nagyon komoly személyiségi jellemzést talált, ami színekre van bontva, és hát majd szeretne érdeklődni, hogy kinek mi a kedvenc színe, mit visel leginkább. Jó, ezzel azért vitatkozok majd vele, mert ugye a divat az diktál. És aki hajlamos arra, hogy a divattal megy, és ilyenek vannak, ezzel nincs is baj, és mit tudom én, éppenséggel 2 évig a szürke a divat, akkor abban jár, és aztán megindulnak a pasztelszínek, vagy a rikító nyári színek, és aztán arra vált, az nem a személyiség, hanem ő utazik ezen a vonaton. Hát azért mindenkinek van valami elképzelés arról, hogy mi az a szín, ami jól áll neki. Igen, meg mégis választasz, igen, a lehetőségek közül, és előbb-utóbb egy-két színből több lesz a gardrobodban, mint egyébként. Kék és narancsárga. De neked csak a cipőd alul. Ja. Igen, a kéket én is leadtam neki veled kapcsolatban. A kék az abszolút, én szeretem a kéket, nagyon, igen.
És ez most mi olyan szkeptikusan mond, olyan kritikusan? Nem, nem. Kéket, bizony leadtam neki a kéket veled kapcsolatban. Bizony, majd nem teszed zsebre, amit a kékről mond. Kb. De Bogát már lassan beírathatjuk ilyen posztgraduális pszichológus képzésre. Teljesen ott van. Rákattant a témára. Igen. Na jó, jöjjenek a tegnapi nap legjobb pillanatai, és ez a kvízünk volt, nem gondoltuk volna, hogy ekkora siker lesz. Igen, betűszavakat, mozaik szavakat szedtünk elő még a rendszerváltás előtt, hogy tudjátok, akkor cégeket mondjuk így neveztek el, vagy szolgáltatásokat, is próbáltuk ezeket Bocsival megfejteni. Ma mi nyűgöz le, Laci? 7 óra lesz 10 perc múlva. Van egy milyen helyes kis visszajelzésünk. Sziasztok, szeretném megköszönni nektek, hogy az egyik sorsjegy csomag tulajdonosa én lehettem. Amíg vártam, hogy megérkezik, addig sokat álmodoztunk a lányaimmal, hogy mire is költenénk a nyereményt. Nagyon jó volt látni, hogy nem pazarolták volna a pénzt. Na, de jó. Ha nem értelmes befektetésekre gondoltak, és persze a várva várt nyaralása. Végül megkaptam, és 51.800 forintot nyertünk. De jó! De én ennek az összegnek is nagyon örülök, ha nem is nyaralás, de kis kirándulás belefér, és addig is együtt tölthetünk értékes időt. Nagyon köszönöm nektek a Szerencsejáték ZRT-nek, hogy részese lehetem, üdvözlete Tünde, a sorsjegy nyertes. Szuper! Tünde! Hát köszönjük szépen ezt a visszajelzést, jó tudni. Na, jó reggelt, megérkezett a nyeremény, tablet és egy dedikált kártya tőletek. Köszönöm Krisztinek, hogy teljesített a kérésemet, ti vagytok a legjobbak, Zsuzsi. Na, használ Kriszti egy angyal, nem? A Kriszti nagyon. Igen. Nagyon angyal? Nagyon. A legjobb angyal, akit ismerek. Most embereket angyal kategóriába kéne beraknom, meg ördögbe, akkor a Kriszti biztos az angyalba kerülne. Ja, ez a holtartométer? Ördög vagy angyal? Ez holtartométer, azon vannak fokozatok, itt két kategória van, angyal, ördög. Oké. Jó reggelt, Istenek, egy újabb legendás zenész csatlakozott az égiekhez, Andy Fletcher. Így van, róla megemlékeztünk. Aztán... Bocskor hidat a népnek. Hát, igen. Szép lenne, és jó nép. Abszolút szép lenne. Laci, mi az, amire nyugod? Mesélj. Gyerekek, nagyon nagy változás történt a világ egyik legnagyobb városában, New Yorkban. Az utolsó utcai nyilvános telefonfülkét fogták egy daruval, és kitépték a helyéről. Kész, vége. 2022-ben a nyilvános telefonfülkézés, amit egyébként minden filmekben láttam. Igen, jaj. Amikor visszahívják, és 5-5-5-tel kezdődő számokat hívnak, és dobják, és neki támaszkodnak a fülkének, és annak van egy hangulat, hogy kint az utcán a zajban, de azért te külön a kis ügyedet intézed. És meg ott... úgy lehet baromi jól bűncselekményeket elkövetni, nem utcai telefonról, mert akkor az lekövethetetlen. Igen. Lerakod, amíg odaér a rendőr. Most már tényleg ez van, tudod, ezek a flip telefonok. Hogy így tudod, elintézi, hogy akkor mi legyen, hol legyen a bérgyilkos, mikor, stb. Pak, összecsukja és bedobja az első kukába, mert mindig van ott egy ilyen de nagy ez flip nélkül is működik. És ez flip nélkül is működik, régen... Simán az iPhone-on is bedobhatod egy kukába. Igen, régen... Gond nélkül beleesik. Igen, megnézzük. De arra gondoltam, hogy igen, a nyilvános telefonfülkén nyilván nincs az, amikor Robert De Niro egy bűncselekményt elintéz nyilvános telefonfülkéből, utána összehajtogatja és bedobja egy kukába. Ez nem történik meg. De hát nálunk meg egyébként még vannak nyilvános telefonfülkék, és van is erre valami jogszabály, hogy településenként egy, meg 3000 lakosonként kell egy, és nálunk is volt a ház előtt egy telefonfülke, és én hát nekünk nem volt telefonunk. Az a 90-es hát nekünk is sokáig nem volt. Ja. Az nem lehetett hozzájutni. A unokatesoméknak volt, onnan telefonbetyárkodtunk, de egyébként, hogyha bárkivel akartunk beszélni, akkor telefonfülkés. Hát volt egy hangulata egyébként. Hát ugye én vagyok itt a legidősebb, én még emlékszem olyan telefonfülkékre, ahol ilyen nagyon zord fémdoboz volt a telefon, lánc volt a kadlóig vezető kábelen vagy mind. Én még a tantuszra is emlékszem, arra szerintem sokan már nem. Tantuszból lett forint, forintból lett 2 forint, és aztán jöttek a drágább verziók. És aztán átment ugye ebbe a műanyagba, amiből volt piros, meg nem tudom milyen. Meg sárga, igen. Fúderonda volt az már. Mi a tantusz az olyan volt, mint a telefonkártya is volt. Tényleg, én gyűjtöttem. Olyan, mint a telefonkártya, igen. Tényleg, csak annak, nem eszel, akkor gondolom úgy a trafikba megvetted a tantuszt, és pontosan. Azzal tudtál telefonálni. Gyakorlatilag ez egy az egyben. Azt hiszem, 1 forint volt a telefonálás, és akkor 1 forintért adtak egy tantuszt, és tantusszal tudtál telefonálni. Ja, hogy addig nem lehetett mondjuk pénzt beledobni, amíg tantusszal lett. Így van, tehát a pénz nem működik. Értem, hogy ennek mi értelme van. Nem tudom én se, hát valószínűleg ez az akkori telefonkártya. Én a 2 forintosnál szálltam bele. Aha. Annál a jó kis 2 forintosnál, és azt hiszem a 20 forintosnál szálltam ki. Ó, én a 20-asnál szálltam be? Hát igen, igen. Ezek a különbség. És emlékszem rá, hogy az akkori barátnőmet, hogyha föl akartam hívni, akkor ott nekünk egyébként szerencse volt ott a lakótelepen, a másik ház sarkánál volt egy telefonfülke. Mi volt a száma a barátnőnek? 14?
Hát figyelj. Gondolom, hogy Kecskeméten nem volt nagyon hatjegyű, hétjegyű szám. Nem. Azt hiszem, hogy hétig voltak az ilyen tanácsháza, meg ilyesmi, és utána 8-9-10 az volt a három leggazdagabb család. Kecsón. Őket lehetett fölhívni, de mit tudom én mi volt, de nagyon vicces volt, tényleg ötjegyűek voltak a telefon. Akkor már látta a pestiek, ott már hatjegyű számok vannak. Nálunk hat volt bizony. Nálunk ilyen prostunk. Fú, nekünk volt, igen, az egyik telefonszámomra emlékszel. Emlékszik valaki a saját telefonszámára? Igen. Hát elmondhatom, mert már nem létezik. 0662-293-198. De jó. Nekem ugye pesti volt, az 323-661. Na látod, te is emlékszel. Emlékszem. Igen, én is emlékszem egy. Az én számomra? Nem, de hogy a tiéd. Honnan tudnám én ezt? Neked? 0683-511-532. A vidékiek hogy mondják a 06-ot elé, meg a 83-62 ezeket? Mi pestiek csak 33-661. Nincs izé. Úgy is tudjátok, hol vagyunk. Meg nyilván mi a körzet számunk egy. Mi vagyunk a fővárosok. Nekem is 494-659 az volt az otthoni számunk már. És nekünk még nem is volt 25-802 volt, akkor már az unokatesoméknak volt telefonszámuk. És bementél a telefonfülkébe, az olyan koszos volt, és volt egy ilyen szag, ami nem tudom miből tevődik össze, mert a vas, a kosz, a büdös az, ember. Az ázott kosz. Az, hogy állt benne a levegő, és sütötte ugye a nap, és teljesen minden megindult mindennel. Igen, szerintem. A telefonkönyv ott volt valahogy, bizony. De jól volt elhelyezve, az olyan, mint egy ilyen, tehát úgy, hogy lehetett lapozni, és úgy láttad, nem tudom mi volt, nem asztalka volt az nem, valami. Nem, rá volt fűzve valamilyen rúdra. Volt egy fém sín, amiben be volt fogatva, igen. És azt így föl tudtad billenteni. Aha, igen. Addig úgy lógott lefelé, fölbillentetted, és akkor tudtál lapozgatni. Ez is milyen ahhoz képest, mert a telefonunkban mindenkinek benne van a száma. Lementél a telefonfülkébe, föl akartad hívni a nem tudom építésügyi osztályt az önkormányzatnál, akkor szépen föllapoztad a telefonkönyvet, kikerested, és úgy ott telefonáltál helyben. De egyébként nem csak a napban volt szörnyű bent állni a telefonfülkében, én emlékszem, amikor este hívtam a barátnőmet, és eső volt. És tudod, az a párás idő. Hmm. És már 8-an állnak sorban, és már dörömböltek. Ja tényleg, sorban is álltak olykor. 40 perceket beszéltük, és dörömböltek, az egyébként full párás telefonfülke, tehát nem tudták, hogy mi történik bent. Mert hogy... Ja, mert te a barátnőddel mocskos szavakat váltottatok, és hál' Istennek párás volt az üveg. Civil per mocskos szavakat váltottunk a barátnőmmel. Ez úgy, mint a Titanicban, amikor az autóval bepárásodott, hogy a szélvédő, és akkor ugye valaki lehúzta így a kezét rajta, tudod? Bár a barátnőm nem látta, de megcsináltam, és elmeséltem neki, hogy mennyire látványos volt. Tök őszintén kérdezem, hogy ugye mondhatod, hogy Magyarországon még van, és hogy kell, hogy nem tudom hány fülke legyen per fő, hogy valaki még használja azt Magyarországon? És most ne csak fővárosban gondolkozunk. Tehát van még olyan ember, aki csak úgy kommunikál, hogy kibattyog a telefonfülkéhez, bedobja a megfelelő nem tudom mennyi összeget, és úgy telefonál? Van ilyen még? Vagy ezek totál el vannak felejtve? Én ezt nem tudom, hogy máshogy csinálja, nekem mondjuk kedvem lenne hozzá. De nem csinálod mégsem, hát itt van az a snob telefonod. Igen, snob telefonom van, mert snob vagyok. De ezért nem. Így be tudsz állni a fülkébe, és akkor a snob telefonodon telefonálsz. Tényleg, ne ázzál meg. Érzés megvan. Igen, de szerinted van még ilyen? Hát szerintem minden nagymamának van már, vagy mobiltelefonja, de biztos, hogy be van vezetve, mert a UPC, meg a Vodafone, meg a nem tudom kicsoda, azok már mind bevezettek mindenhova vezetékes telefont, nem? Muszáj. Tehát, hogyha van. Igen, nem is tudod lemondani. Internet, meg tévé. Akkor van telefonja. Tessék itt egy telefon, de mondjuk nyilván az idős embereknek az ember, mondjuk a rokonok vannak, akkor az egészsége miatt is betesznek ilyet, de egyébként meg lehet, hogy meg lehetne oldani így az életet. Simán. Telefonfülkével. Tehát ha nálunk ott lenne közel egy, akkor én azt bírnám. Tehát ha elég hangosan sose használnád csinál, most itt sose használnád. Hát persze. Ez a nem, én kíváncsi vagyok, hogy van-e még élő ember ma Magyarországon, aki ha telefonálnia kell, akkor ő a fülkébe megy. Ha nem akarja, hogy elérjék, vagy megtalálják, hogy honnan telefonál. Nem tudom, bármilyen okból. Tényleg kíváncsi, nálunk is föl lehetne őket szedni. Nem szépek a mostaniak, az a baj. A régiek még jól néztek ki. Amik tényleg brutál jól néznek, azok a londoni telefonfülkék, igen, az angolok. És az meg is maradt. És az meg is maradt, hát az gyakorlatilag egy design tanulmány, és mindenhol egy ilyen emblematikus mű. Abszolút, tehát, hogy a Bobby Londonban. Igen. Így van. De amúgy szerintem sehol semmi értelme már, sajnos. Igen. Jó, rengetegen üzentek, ez most nem fog bennünket foglalkoztatni, hanem térjünk át a témánkra, és beszéljünk erről a gyűjtőről. Mert ugye a gyűjtemények azok nagyon furcsa dolgok, általában csak annak tetszik, aki gyűjti, de azért van egy-kettő olyan, ami közérdeklődése tarthat számot, mert például egy relikvia gyűjtemény egy híres embertől, az már olyan, hogy lehet, hogy megnézni.
zenésznél. És van egy magyar fiatalember, és képzeljétek el, hogy ő nem egy-két dolgot beszerzett, hanem frankó gyűjteménye van, Michael Jackson hát hordott, viselt, használt darabjaival. Viselt dolgaiból van egy kis gyűjteménye Michael Jacksonnak. De ez már érdekes, mert egy szalvéta gyűjteménnyel, vagy egy bélyeg gyűjteménnyel halára lehet untatni bárkit. De így van. Azt mondja valaki, hogy ja, egyébként van néhány ruhadarabom Jackótól. Hát a fókusz majd megőrül, találjon megint egy valamilyen dilis nőt, aki mit tudom én 27 000 plusz macit rakott be a lakásába, és akkor az nagyon színes, így a kamera végigmegy az összes maci, meg, de semmi értelme. Semmi. Az egyik van, mint a másik. Na jó, szóval Nagy Balázsról fogunk beszélni. Képzeljétek el, hogy ő hozzájutott olyan darabokhoz is Michael Jacksontól, amit ti is ismertek, láttátok fotón, stb. Tehát elképesztő, nagyon sok pénzt költött erre, el fogja mondani, hogy mennyit. És most csinált ebből egy kiállítást, innen a hír, innen tudunk róla, és Balázsral megbeszéljük, hogy egyrészt hogy jutott hozzá, kettő, honnan tudja, hogy eredeti, ami nála van. Meg mennyibe kerülnek ezek a dolgok, az is érdekes. 7 óra 12 perc van, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, Laci, hello! Hello, sziasztok! Jó reggelt, Gyuri, szia! Jó reggelt, sziasztok! És szia, Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Na, gyerekek, sok mindennel foglalkozunk ma, többek között, ugye ti is hallottátok a hírekben, hogy a benzin ár stop az mostantól már csak a magyar rendszámú autókra lesz érvényes, és a külföldi rendszámú autók teljes árat kellene, hogy fizessenek a benzinért. Mi próbáljuk most felvenni a kapcsolatot a MOL-lal, és azt megkérdezni, hogy ez gyakorlatban hogy néz ki. Senki nem tudja pontosan értelmezni, hogy akkor, ha odáll egy szlovák vagy egy német rendszámú autó, akkor hirtelen az oszlop, a kútoszlop, vagy micsoda átváltja az árat, vagy ha majd bemegy a pénztárhoz, akkor közlik vele, hogy ez kétszer annyi, uram. Tehát vagy lesz külön egy oszlop csak külföldieknek, és ők csak oda mehetnek. Tehát, hogy ennek mi a gyakorlati megvalósulása, megvalósítása, és lesz ebből káosz, ezt próbáljuk ma egy hozzáértővel a MOL-tól megbeszélni. Csak mondom, hogy ez 8:30 felé tervezzük. Akkor üzenik itt nekünk Depeche Mode, hát rengeteg Depeche Mode rajongó írta, hogy köszönjük a kezdés, nagyon szép volt, Fati is írta. Akkor már a sürgősségi osztályt valaki kritizálja, valaki köszönti, például a Balassa gyarmatit, Ági, mindenkinek, elsősorban Kelemen Mónikának a sürgősségén. Tehát vannak hálás betegek és bosszankodó betegek is, egy óra múlva lesz ez témánk. Akkor én, amikor megjelentek a telefonkártyák, hackkeltem őket, és nagyon sok pénzt kerestem. Ó, tényleg volt ilyen is. Gyűjtöttük, egyébként azt is gyűjtöttük a telefonkártyákat. Tényleg? Mert nagyon sok fajtát adtak ki belőle, nagyon sok fajta széria, mintákkal, nem tudom, és azt lehetett gyűjteni, igen, meg cserélgetni. Volt olyan telefonfülke, ami elromlott, és ingyen lehetett telefonbetyárkodni, üzeni. MC, sziasztok, a mostani témához hozzászólva csak ennyi, Fülke című film Colin Farrell-el. Hát az zseniális, igen az zseniális. Azt sem lesz valaki azt, hogy igenis használják a telefonfülkét, akik a bombariadósok. Nekik jó, annó húgom másik városban lakott, a postára tudtuk megkérni a hívást, anyukám első telefonálása. Üvöltve beszélt, mondom, anyu, ne kiabálj, mindenki téged néz, erre anya, de nem hallja, olyan messze lakik. Üzeni Vera. Anya. Jó, na, gyerekek, apropó gyűjtés, tényleg telefonkártya gyűjtés, te is mondtad. A gyűjtéseknek van, mi értelme van? Semmi. Tehát mások számára semmi, de magadnak lehet, hogy valami öröm van. Vannak szalvétagyűjtők. Nekünk volt az osztálytársammal csoki papírgyűjteményünk. Igen, de megpróbáltuk a legkülönlegesebbeket beszerezni, tehát mi írtunk Svájcba. Az akkori német tudásunkkal, azt hiszem általános iskola negyedik osztályban, akkor már egy éve tanultunk németet, és megírtuk, hogy Zerge érte Damen und Herren. És küldtek nekünk. Küldtek csoki papírt. Azok nagyon nagy dolgok voltak. Nekünk fontos volt a világon. Neked volt gyűjteményed? Ó, nekem rengeteg. Én radír gyűjtöttem, ceruzát, mindenféle szalvétát. Ezt úgy hívják iskolás. Igen, ezt muszáj nem, volt gyűjtenünk, mert különben iskolás bejött az ellenőrzőbe. Azon kívül egyébként volt 100-valahány radírom volt, meg több 100 ceruzám, és egyébként én bélyeggyűjtő is voltam. Ez nekem is volt. Igen. Nem tudtam miért, de volt. Igen, és én szalvétát is gyűjtöttem, meg mindenféle ilyen dologban benne voltam. Na ja, én Cristiano Ronaldo-ra nézek fel, ezt ti is tudjátok, hiszen hát ő autókat gyűjt. Ó, igen, igen, ez az irányod, ebben mozogsz. Te el is indultál, hát ezen az irányod. Hát nem, azért az nem egy elindulás, de
azért jól esik azt mondani a lányomnak, hogy melyikkel menjünk. Mint a Cristiano. Tudod, kitől idéztem szó szerint? És mondtam is neki, hogy ezt a Cristiano mondta. Igen. Na, szóval ez egy érdekes hobbi, fanatikus gyűjtők vannak. Képzeljétek el, hogy annál már érdekesebbé kezd válni a gyűjtés, hogyha relikviákról beszélünk. Uh-huh. Azaz híres emberhez köthető valamilyen tárgyakról. És hát azért valljuk be, hogy az egyik legkeresettebbek közé Michael Jackson bármiféle tárgya tartozik. Ugye 2009-ben hunyt el. Egyébként azóta is rengeteg pénzt keres, mert halála óta több mint 2,5 milliárd dollárt keresett Jacko. Igen. Most képzeljétek el, lapozgattuk tegnap a Borsot. Mit látunk? Fotó, Jacko, azonnal felismerhető. Akkor is, ha nincs rajta felismerhető, az oknia, a kesztyűje. Tehát egy csomó cuccot láttunk Jackótól, és mint kiderült, és ez volt a döbbenetes, hogy mindez egy magyar úriembernél van, aki egyébként abszolút nem kispályás módon csinálja, mert több sztár személyes tárgyait is megszerezte, majd mindjárt elmondja, többek között két, és elkezdek 12 éve gyűjteni a relikviákat. És most a barátai unszolták, hogy csináljon már ebből egy kiállítást, most igazából a Jacko kiállításról beszélünk. Hát az már érdekes, meg hát ezeket meg kell mutatni, az nem jó, ha le van rakva neked, nem tudom, a szekrény aljába Jacksonnak a bármilyen. Abszolút, így van, és ezek tényleg Neverlandből jöttek a cuccok, és van itt overall, nadrág, pizsama, kalap, a Swarovskival kirakott kesztyű, biztos mindenki ismeri. Hogyne. Akkor a fehér zoknék, akkor az aranysisak, amit a Népstadionban is viselt, ez mind ott van nála. Igen. Szóval, gyerekek, itt van a tulajdonos. Nagy Balázs a vonalban. Szia Balázs, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia, szia! Na, először is az érdekel, hogy neked a munkád során sikerült nagyobb sztárok relikviáihoz hozzáférned? Ez hogy történt? Is. Hamarabb voltam Jackson rajongó természetesen, de kb. 12-13 évvel ezelőtt kezdtem el aukciós házaknak tárgyakat beszerezni. Köztük például Hamiltonnak az overallját is. Te hajtottad fel az aukciós házaknak ezeket? Elindultál egy forró nyomon, és valakit rábeszéltél, igen, arra, igen, hogy bocsássa áru, vagy aukcióra ezeket a tárgyakat? Igen, észrevettem, hogy sokan az interneten próbálják meg ezeket önmaguk eladni, miközben a nagy aukciós házak, ezek a klasszikus kalapácsos aukciós házak, sokkal nagyobb összegeket képesek ebből kihozni. Aha. És akkor belefektettem a pénzemet, én megvettem pár tárgyat, és aukciós házaknak elküldtem, hogy adják el. És egy idő után ők kezdtek el foglalkoztatni engem, hogy vadásztak akkor cuccokat. Óriási. Balázs, engem ez tök érdekel, hogy ilyenkor te böngészed a netet, és mondjuk találsz valamit, mert egy, nem tudom, magánember fölrakja mondjuk, mert valahogy hozzájutott egy ilyen Hamilton overall vagy bármihez, de gondolom a másik fele, gondolom az is előfordul, amikor te azt mondod, hogy hú, most milyen jól menne egy, nem tudom, milyen sportolótól egy baseball kesztyű, és akkor esetleg elkezdesz utána járni. Sportban pont rossz vagyok a cuccokban. Inkább a zenei vonal az, ami nagyon érdekel engem, illetve most ez lehet, hogy kicsit gusztustalanul hangzik, pedig nem így állok hozzá alapvetően a dolgokhoz, de hogyha egy sztár elhunyt, akkor ez egy magas szorzószám a, uh-huh, a termékeinél. De ez nyilvánvaló, tehát ez érthető is valahol. Milyen, most mindjárt rátérünk Jackóra is, de milyen más sztártól, azt mondtad, zenei vonal sikerült még hozzájutnod különböző relikviákhoz? Az ütős dolgok persze Jacksontól jöttek, de volt már Madonnának táskája, napszemüvege, volt tárgy tényleg Lady Gagától is, illetve, hogy említettem, bár az nem zenei, de például Hamiltonnak egyébként pont a kalocsai mintás, a magyar futamon viselt. Emlékszem arra az overára, igen. Igen, az egy kalandos volt, mert ez egyébként az Magyarországon kelt el jótékonysági aukción, de Magyarországon ennek semmilyen kultúrája nincsen, így viszonylag olcsón tudtam megvenni, és akkor azt hiszem még csak egyszeres világbajnok volt, és később, amikor ezt sikerült neki kétszeressé növelnie, akkor vártam meg tőle. De addig felvettem még egy farsangi. Tudsz egy ilyen árrést mondani, hogy neked hogy neked mennyiért sikerült megszerezned, és végül mennyiért ment el ez a kalocsai mintás? Erre mindenki emlékszik. Ez a kalocsai mintás Hamilton overall? Igen, az híres volt. Körülbelül 8-szorosáért, egy évvel később. Mi volt a vég ár, amiért valaki megvette? Azt hiszem 4 millió forint. Azt a mindenit.
Most töröm a fejem, hogy nem. 500 éve. Nem, igen. Hogy én például tudod, hogy... Igen, annyi. Nem azt akarom számolni, hogy nekem megérne egyébként 4 millió forintot valamelyik kedvencemtől valamilyen darabja, de azt hiszem, hogy nagyon nem. Bon Jovitól nem érne meg valami 4 milliót? Nem. Sting? Nem. Stingtől esetleg egy olyan basszusgitárja, amit tényleg használt valamelyik lemezen. Tehát tudom azt, hogy a Roxanne-en, vagy a Every Breath You Take-en, vagy valamint azon játszott. Akkor megérne 4 millió forintot. Igen, de ez más. Igen. Ez egy feladat neked is, Balázs. Stingtől megszerezni azt, ami játszott a... Az Every Breath You Take-et. Igen. Jó, köszönöm. Jó, ez egy megbízás, vedd úgy. Köszönöm, igyekszem. De térjünk rá Jackóra. Tehát elkezdted a Jackó tárgyakat venni megint csak abból a célból, hogy majd tovább ad, vagy ez már akkor a te gyűjteményed kezdett lenni? Nem, én kb. 2006 körül kezdtem el gyűjteni a tárgyait, amikor ő még ugyan élt, de a világ szemébe, noha a bíróság felmentette, de azért nem kapta vissza a világ szemében az ártatlanságát, ezért természetesen a tárgyainak az értéke se volt túl magas. Egy aláírása nem érte el a $100, míg halála után ez 1500-2000-re felugrott. Egy eredeti nadrágját, ami tényleg fényképekkel minden el lehetett bizonyítani, hogy az eredeti $150-ért adtak el. Kesztyűjét $6000-ért, ami most $100,000 fölött megy el. És akkor két helyen dolgoztam, még a diákhitelt is felvettem emiatt, és... Hogy örülne, ha tudná Jax, hogy diákhitelből vettél tőle valamit? és elkezdtem gyűjteni így a cuccokat, 3 év múlva bekövetkezett a halála, és akkor átértékeltem a gyűjteményemet, elkezdtem eladni pár dolgot, és igazából akkor jött az aukciós házattól a megbízatás, hogy én ilyen ügyes vagyok. Igazából azt hazudtam nekik, hogy ez nem az én gyűjteményem, én ezeket beszerzem. Uh-huh. És akkor jó, a szuper, írjunk alá egy szerződést, és utána már tényleg be kellett őket szerezni. Értem, na jó, és akkor hogy? Hát ugye nekem is csak az eBay jut eszembe, amit te is mondtál. Hol indultál el? Egyébként pont az eBay-en, de ezen kívül rengeteg más csatorna is van. Például múzeumok, hogyha időszaki kiállításra vásárolnak tételt, azt egy idő után, hogyha vége annak a popculture aukciónak, akkor még a múzeumok is eladják, de ők nem az eBay-en, illetve örökösök, akik nem értenek ahhoz, hogy az apjuk vagy fiúk hol vásárolt ezeket a dolgokat. Őket különböző fórumokon meg lehet keresni. De egyébként az eBay az nagyon jó példa, csak ott 99%-a a tárgyaknak biztos, hogy hamis. Na hát ez a kulcskérdés itt, hogy lehet, ugye látjuk ezeket az Állokház című sorozatokat, és akkor néha oda betéved valaki, visz egy gitárt, és azt mondja, a Pink Floyd ezen játszott a nem tudom melyik, és a kérdés az, hogy tudod igazolni, hogy tudsz te megbizonyosodni arról, hogy ez tényleg az a kesztyű, az a zokni, az, ami az eBay-en van, az tényleg tőle származik. Michael Jackson nem Napóleon volt, szóval nem kell 200 évet visszautaznunk, hogy megfejtsük, mi igaz vele kapcsolatban, hogy mi nem. Karriere legfontosabb 25 évében ugyanaz a Szabó páros készítette a ruháinak 99%-át, és ma a közösségi médiának hála könnyen elérhetőek azok a személyek egyébként, akik közvetlen kapcsolatban voltak vele. És konkrétan ebből a Szabó párosból a párosnak az egyik fele még életben van, és én vele nagyon jó baráti kapcsolatot ápolok. Így az elmúlt 12 évben, hogyha én valamit venni akartam, akkor a vásárlás előtt nagy felbontású képeket küldtem neki e-mailbe, és kikértem a véleményét, hogy ezt tényleg te készítetted. És rajongói körökben, ő egyébként Michael Bushnak hívják az embert, abszolút hiteles figura, millió képen ott van, a turnékon ott van, ahogy ráadja Jacksonra a ruháit a színpadon. Szóval ő egy nagyon hiteles ember, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én őt barátomnak hívhatom. Hát figyelj, így már értem, és így mondjuk azt, hogy könnyű dolgod is van. Most nézzük meg, hogy mik vannak, ugye egy kiállítást rendeztél ebből a gyűjteményből, hogy mik vannak a birtokodban, mert ugye az előbb mondta, ezek tényleg nem, mint a Michael Jackson tapaszza az ujján, és akkor hanem ezek komolyan olyan tárgyak, amelyeket mindannyian ismerhetünk videókból, turnéfilmekből, akár élő felépésekről. Itt látom például az egyik képen ezt a nagyon-nagyon klasszikus ezt a csillogó Swarovski kesztyűt.
Igen, azt a Billie Jean című számnak a színpadi előadásán viselt mindig olyat, illetve a 80-as években néha az utcán is. És a kesztyűt kezdetben egy Bill Witten nevű szabó készítette, nekem ilyen Witten kesztyűm van, aztán a Michael Bush meg a 90-es években átvette ennek a készítését. A birtokomban lévő kesztyű az 1984-es Victory turnéról származik, körülbelül olyan 5-6 darab lehet belőle a világon. Mit ér egy ilyen kesztyű, csak hogyha most egy példát így kiragadjunk? Most, hogyha... Hát egy fél budapesti lakást mondjuk. Azt a mindenit! Azt a legutóbb februárban adtak el egyet, illetve 2 évvel ezelőtt nyáron, az 35 millióért ment el, a februári meg megközelítőleg 50-ért. Uh-huh. Aztán látom itt ebben a cikkben, kezedben tartasz egy ilyen gipsz fejet, mint hogy a Jacko feje lenne. Ez mi ez? A halotti maszkja, vagy mi ez? Nem. Volt neki az 1988-89, most megfogtatok, a Moonwalker című filmje volt, és abban történetileg, ha jól emlékszem, átváltozik a végén robottá, hogy legyőzze a világra veszélyt jelentő gonoszt, és ehhez a robot technikához, hogy le tudják jól modellezni, levették az arcának a negatívját, és több ilyen maszkot készítettek. Akkoriban nem volt olyan jó a számítógépes technológia, mint most. Akkor még fizikailag csinálták meg ez az átváltozáshoz a kellékeket, és ez egyike azoknak a kellékeknek. Igen, aztán látjuk ugye azt a piros pulcsit, azzal a, mint hogyha egy ilyen iskolai embléma lenne rajta. Ezt a pulcsit nagyon sokszor lehetett látni Jackónél. Nem hiszem, hogy van egy ilyen, hogy ebben játszik a majmával, mint hogy a csimpánzával. Igen. Igen. Szóval az nagyon ismerős. Akkor ott van a fehér zokni. Klasszikus viselet. Gyuri azt mondja, hogy ő maximum 500 forintot hajlandó adni egy fehér zokniért. Egyébként lehet, hogy pont annyit ér az alapja az zokni. Így van. Egy sima 80-as évekbeli aerobik zokniról beszélünk. De tényleg, csak rá van varva kézzel 2000 darab Swarovski kristály. Ja, hogy hát igen, az azért, mondjuk a kristály, az valószínűleg kristály se ér sokat, de hogy rá van varva, az egy kézi munka. Igen, ráadásul, kézi munka. Ráadásul Jacko hordta. Balázs, mennyit költöttél erre az egész Jacko gyűjteményre? Hát, ha ott van előtted a borscikk, akkor diszkréten pont a közepére oda nyomták. Oda nyomták, de ezt te mondtad el nekik, vagy ezt ők nagyjából összeszámolták az interjú alatt? Kb. Privátilag elmondtam, amikor kérdezte, hogy mennyi, akkor mondtam, hogy 70 millió forint, láttam a cikket előtte 3 nappal, kértem, hogy ez ne jelenje meg, hogy 70 millió, így konkrétan, hogy 70 millió, és jó, nem fog, így lett belőle a közel 100 millió. Ez, igen, hát figyelj. Közel, igen. Igen, na jó van. Egy kiállítás nyílt ebből, gondolom, hogy bárki megtekinteti, tényleg ez ilyen megfoghatatlan, tehát aki szereti azt, hogy valaki, aki egy idolja, vagy egy kedvence, és annak egy tárgyának a közelében lenni, annak van valami varázsa. Igen, és szerencsére egyébként nagyon sokan jönnek, és ami nagyon durva számomra, mi nem számítottunk erre, mi azt hittük, hogy azok az emberek jönnek, akik úgy kb. A kora alapján azt tudjuk satszolni, hogy Jacksonra táncolt teenager éveiben, de nem. Olyan idősek is jönnek, akik már akkor is idősek voltak, amikor Jackson a csúcson volt, illetve olyan fiatalok, akik még meg se születtek 2009 előtt, amikor ugye Jackson elhunyt, és tényleg ilyen 5-6-7-8 éves gyerekek, talpig beöltözve, és nem kettő, hanem naponta 25 ilyen srác jön, és szóval valamit nagyon tudott Jackson, hogyha mindbáj... Yeah. Az biztos. Egyet mondja még el Balázs, hogy amikor nem volt kiállítás, akkor ezeket a cuccokat mind felpróbáltad? Jó, hogy kezdjem? Szerintem mondd el az igazat. Több rajongói klubból kitiltottak egyébként már, mert annyira objektív véleményem van Jacksonról. Most ha még elmondom, hogy igazából én mindent felpróbáltam már, még a dokit is, akkor végképp úgy gondolják, hogy megszentségtelenítettem ezeket a tárgyakat. Dehogy is, hát akkor válsz egyé. Hát ez...
Én is. Hát majdnem szó szerint bekövetkezett, mert a sisakot egyszer vettem fel, nekem nagyobb fejem van, mint Jacksonnak volt, és utána be kellett ízni olívaolajjal kenni a fülemnél, hogy lejöjjön. Óriási a sztori. Balázs, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Emelem kalapom azt, a Jacko kalapot emelem előtted, hogy ennyi munkát, pénzt és fáradtságot fektettél. Abba, hogy egyébként másoknak is megmutasd ennek a zseninek hát a néhány megmaradt darabját. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Köszi, szia, Nagy Balázs. Szia, szia. Nagyon jó, nem? Óriási. Nekem nagyon tetszett, amit az elején mesélt, ez a meló, hogy fölhajt dolgokat aukciós, ez nagyon izgalmas. Őt kéne megbízni ezzel, nem? Igen, hát akkor ez a Sting a Sting ügy, ez megy. Meg ne halljon, aztán fölmegy az ára. Ne, előtte hát meg kell venned, aztán csak várnod, hogy meghalljon. Na, kérdezzük már meg szerintem a hallgatóinkat arról, hogy mi volt mondjuk a legértelmetlenebbnek tűnő dolog, amit te megvettél? Amit nyilván a környezeted számára volt értelmetlen, neked nagyon fontos volt, aha, de amúgy érthetően a környezeted nem tudta ezt értékelni. Tehát, igen, és azt is mondod, hogy miért volt neked olyan fontos ez a dolog, hogy meglegyen. Így van, hogy minden pénzt megért, tehát az egész környezeted nem értette, hogy neked ez miért kell, vagy ezek a dolgok miért kellenek, de neked minden pénzt megért, és mégis megvetted. Mi volt ez a amúgy totál értelmetlen dolog? 0-20-22-22-122. Ez a bocskor! 38 lesz 3 perc múlva. Na, hát itt arra is jöttek SMS-ek, hogy milyen értelmetlen dolgot vettél, amit a környezeted nem érted, de neked minden pénzt megért, illetve rengeteg kérdés a benzin differenciált árképzéssel kapcsolatban. Uh-huh. Azaz, ugye, hogy mi magyar állampolgárok, magyar rendszámmal rendelkező tulajdonosok, még ezt is tisztázni kell. Mi ugye továbbra is a benzin árstoppos árat fizetjük a benzinkutaknál. Mától, ugye, Anett? Így van, ez a mai naptól érvényes. Így van, és a külföldi rendszámok viszont a teljes árat lesznek szívesek kifizetni. Ja, hogy, és hogy ez hogy lesz, igen. Hogy ez hogy lesz, ezt senki nem tudja még, és ezért mi kb. Egy óra múlva a MOL-nak egy illetékesével fogunk erről beszélni. Tehát mi ezt ma próbáljuk tisztázni ezt a dolgot, és ezzel kapcsolatban is érkeztek kérések. Nézzük, mik jöttek. Azt is kérdezzétek meg, hogy rendszám nélkül robogó hogy fog tankolni, vagy ha valaki magyar, de külföldi rendszámos az autója, vagy fordítva, jó a műsor, az alkonyvadász. Ez egy jó kérdés, én nem tudom erre a választ, én abból indulok ki, ami a hírekben volt, hogy rendszám alapján történik a különbségtétel. Hát igen, nagyon ott a benzinkutas nagyon más nem tud ellenőrizni, mint a rendszámot, de hát a személy tud ellenőrizni, de hát most valaki oda megy egy magyar állapot, tehát itt nyilvánvalóan, aki mit tudom, szlovák rendszámú autókkal közlekedik egyébként magyar lakhelyel évek óta, a spórolt már annyit, hogy ezt most akkor ki tudja fizetni, vagy akkor most már ezt valahogy. Igen. De nem tudom, nem én akarom megmondani, de ez az én gondolatom erről. Van az is, én azt szeretem, amikor német rendszám van, de magyar autókereskedésnek a rendszám tartója. Hát ahogyne, hát rengeteg. Igen. Hát gyerekeket nézd meg, az összes dél-német város, az gyakorlatilag itt magyar. Az kint, a passaui, a regensburgi, vagy a rosenheimi, a müncheni esetleg, hát azok nem ott laknak. Én sokáig azt hittem, hogy ide jönnek a németek Magyarországra, és valahogy ezeken az utakon mindig a rendszám tartójukat elveszítik, de ezek a magyar autókereskedők olyan rendesek, hogy adnak egy magyar feliratot. Egyébként ne? Igen, én is azt hittem régen. Sziasztok, Zoli vagyok, én csak a zöld-fehér szurkolói sálat gyűjtöm, van már 200 darab, már 4 éve lassan. Aha, Rajmond írta a Facebookon, ezek zseniálisak, minden világítós hülyeséget megvesz, zuhanyrózsa, de világítson. Tényleg, nekem is volt. Komolyan. Hát kaptam ajándékba, teszem hozzá. Ja, az más. Teknős, ami csillagokat veszít a plafonra. Értelme nincs sok, de imádtam, mert rohadt flash volt. A zuhanyrózsa, az a kínai piacon lehetett olyat kapni, beraktad, és ugye a víz sugár átmegy a zuhany fejen keresztül, a zuhanyrózsán keresztül, és az megpörget egy ilyen kis ventilátorszerűt, ami ugye generátorként működik, és úgy, ahogy folyik a víz, akkor a LED bekapcsol. Aha, én azért nem vettem, én kínai piacon olyat láttam, amihez föl kellett volna egy konnektort szerelni a zuhanyzóba, hogy tudjon világítani. Nem. Ez a vízsugár által. Sziasztok, már egy ideje véget, azt mondja, már ideje, hogy véget vetnek a külföldi benzinmaffiának. Komáromban, Esztergomban órákig kell sorbálni, összeálltak 4-5-ös csoportokban, megtankolták a kocsit, ment egy kört a kút körül, addig a háta mögött lévő tartotta a helyét, még visszaáll, majd jöttek a kannák, és ez így ment 0-24-ben. Bezzeg, amikor AdBlue hiány volt, a magyarokat bottal hajtották el a szlovákok.
Hát igen, ez is egy szempont, de van egy másik szempont, amit ír valaki, és itt megint azt gondolom, hogy sajnos ő rajta majd nem lehet segíteni. Ildikó vagyok, erdélyi lány vagyok. 25 éve élek Magyarországon, itt dolgozom, itt fizetek adót, itt szültem és nevelem gyerekem. Itt mentem férjhez, és túl vagyok már egy nagyon csúnya válláson is, a szüleim segítségével lett egy autóm, amit a válás miatt édesanyám nevére írtunk, őszintén azért, hogy ne kelljen azt is osztani. Itt jön a gond. Erdélyben lett véve az autó, természetesen román rendszámmal. Albérletben nevelem egyedül a gyerekem, nagyon nagy szükség van az autóra, főleg, mert van mellékállásom is. Jó lenne személyt vagy lakcímkártyát felmutatni a benzinkúton, bár én még munkaszerződést is mutatnék, csak hadd ne legyen még nehezebb az életünk a gyerekemmel. Köszönöm, puszi nektek. Hát ez nagyon... Ez tényleg ezért érdekes, én csak azért mondtam neked, hogy szerintem egy kutas nem kérhet személyt például. Az autó okmányait azt még talán, de szerintem személyt. Én nem tudom, egy óra múlva fogunk beszélni a MOL illetékesével, én szerintem ez rendszámra fog menni. Ez rendszámra fog menni, de például neked, Ildi, azt javaslom, lehet, hogy ez egy egyszeri költség, de mi lenne, hogyha anyukád autóját átíratnátok magyar rendszámúra? Tehát ennek van egy procedúrája, nyilván kell az egy magyar lakhely, egy bejelentett lakhely, de hogyha ezeket a dolgokat el tudjátok intézni, ami több a bürokrácia, mint a kiadás ezzel. Igen. Meg ez nem svindli, ez egy gyakorlatilag egy megoldás lehet. Lehet, persze. Így van. Hello, Istenek! Andy Vajna aukción vettem 800 ezerért a Rambo eredeti forgatókönyvét, sajnos a késekre nem volt pénzem, Zoli. Az nagy dolog. Igen, hát amennyiben ez tényleg az eredeti, hát, vagy abból sok eredeti van. Hát nyilván azért példányok vannak belőle, de ha azt használták a forgatáson, olyan példány volt, ami színésznél volt. Hát ez érdekes volt, mert ugye Rambó nagy kését is Andy Vajna aukciójánál elárverezték, és akkor azt hiszem, hogy hónapokkal, vagy akár évekkel később egyszer csak láttam Sylvester Stallone-t mutatni, hogy itt van az eredeti kés a Rambóból, és akkor úgy azt mondta, hogy aha, jó. Nem értelmetlen dolog, de érdekes, hogy tekerednek a szálak. A 90-es években vettem egy 190-es Mercit, a feleségem azt mondta, ha megveszem, elválik tőlem. Mikor pár év múlva készültem eladni, ugyanezt mondta, ha eladod, elválik tőlem. És végül elváltunk. Mindent megpróbáltál venni, eladni. Igen. Várja, nézem, egyedi rendszám monogramommal és születésnapommal. Szabó Gábor, február 15, azaz a rendszám SG215. Már közönséges rendszámnak minősül, de nekem fontos volt, 30 éve vágytam rá. Tényleg, ezek az egyedi rendszám, én ezt nem értem. Oké, hogy így van, de hogy ezt nem értem, hogy arra valaki miért költ pénzt. Hát valaki szereti. Na, és még egy utolsó értelmetlen, az, hogy a totál értelmetlen a kedvence miatt. Talán az a 6 darab jegy, amit meg kellett vennem a Puskin moziba, hogy egyedül megnézhessem Dobó Katát 67-szer is a miniszter félelében. Egyedüliként én voltam az egyedüli fizető vendég az utolsó vetítésen. Szép. Ez szép. Jó, Hungary Machine következik. Így van, gyerekek, és Enrique Iglesias június 12-i koncertjére két belépőt tudunk adni a Broadway.hu felajánlásából. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine. Azt látom, hogy ez a tankolás dolog, ez nagyon érdekel mindenkit. Mindenféle kérdés van, egy óra múlva megtudjátok a válaszokat is. Azt mondja, mi van abban az esetben, ha kettős állampolgár vagyok, hasonló cipőben járok, mint Ildikó. Ildikó, vagy nem Ildikó, hanem aki kettős állampolgár, vagy kiderül, én azt hallom ki az információból, hogy az autóhoz kötik. Uh-huh. Tehát amilyen az autó, olyan árat fizetsz. Igen. És nem is annyira az állampolgárság. Ebben van logika. Azt mondja, hogy moin huligánok, az a kérdésem, hogy akkor mostantól a magyar rendszámú autóknak matricát kell venni Németországban, mert ugye itt nincs autópályadíj, mármint Németországban, ez nem normális, amit kitaláltak. Johnny a kolbászos. Johnny a kolbászos, látom Németországból írsz, hogy azért azt ne felejtsd el, amit az előző SMS-ező írt, hogy itt gyakorlatilag kialakult egy benzin turizmus, valaki így fogalmazott, hogy benzin maffia, tehát hogy többször állnak körbe sorba, és az, hogy a benzin ár viszonylag mérsékelt maradt Magyarországon, ugye az egy kormányzati döntés, tehát ez rég nem a piaci ár, tehát ennek, amely nyilván a gazdaságnak egyébként, hát hogy is mondjam, nem annyira jó, de az állampolgároknak jó, ezen ne osztozzunk már más állampolgárokkal, tehát én ezt valahol értem ezt a dolgot, főleg, hogyha mások meg üzleti célból viszik ki innen a benzint. Igen, mert a benzinnek a normális ára most tényleg 600-valahány forint lenne, vagy több, 700 már, oké. Okay. Igen, meg hát ez magyar cégek viselik, tehát azért akiktől az üzemanyagot vesszük mondjuk. Én erre gondolok, nyilván ők azért
nem akarják, hogy mindenki itt tankoljon Európából. Persze, abszolút. Sziasztok, én István vagyok Üllőről, nekem van egy, mi ez? 1.16, nem tudom, T-34-85 harckocsi, ilyen újság makett volt, 2 évig épült. Nagyon szép, de kiszámoltam 400 ezer forintba került. Olyan szép, semmi pénzért nem válnék meg tőle. Más az, hogy a határőr hagyományőrző vagyok. Ezért megvettem egy 15 éves volt határőr rendőrautót, hogy visszaállítassam határőr jellegét. Már többet költöttem rá, mint a vételára volt, de nem érdekel. Húznak vele otthon, válaszom, ez szerelem, nem üzlet. Üdv mindenkinek, András. Ó, igen, és a szerelmet nem lehet megmagyarázni. Igen. Na, Lóri vagyok, Magyarországon dolgozom, ide adózok, de külföldi rendszámú kocsim van, kíváncsian várom, hogy mi lesz, ha tankolok. Jó, egy óra múlva. Egy óra múlva beszélünk a MOL illetékesebb, hát és sikerült, fél, akkor... Fél kilenc után. Fél kilenc után. Ja, igen, fél kilenc után. Akkor egy ilyen bő fél 40 óra. 40 perc. Igen, Rékával játszunk ma. Hello, Réka, jó reggel, szia! Sziasztok! Szia! Jó reggelt, Réka! Hát hol vagy most? Hát én még pont itthon. És indulnál? De ez teljesen véletlen. Aztán megyek én indulás, igen, utána munkába. Ezzel a, úgy igazából mindig a kocsiban hallgatunk benneteket a kisebbik fiammal, amikor megyünk az iskolába, ma kivételesen a férjem vitte őt, úgyhogy ja, és akkor te ott pont van. Lemaradt erről, és mindig szoktunk telefonálni nektek. És most sikerült először? Fölvettétek már párszor, de most kapcsoltatok be először. Na, tök jó. Réka, kezdjük el a játékot, mutatjuk neked a dalszöveget, figyelj! Hello, hello, visszatértem, vissza kell jönnöm hozzád, talán várnom kell. Tudom, tudom, rég nem láttál, bármit mondasz, a megértés fénye átszüt a szemeden. Mit mondtál? Ákos mondta. Hello, hello, újra itt vagyok. Hát ez nagyon jó. Vissza kellett jönnöm hozzád, és lehet, hogy maradok. Tudom, nem láttál rég, bármit is mond a szemedben, a megértés tüze ég. Ez jól sikerült, yes. Ákosnak, nem? Igen, nagyon. Ákosnak, mert Rékának is. Figyelj, Réka, itt van egy kis ajándék. Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépője egy Enrique Iglesias június 12-i koncertjére a budapesti MVM Domba. A Broadway.hu felajánlásával. Hú, hát ez nagyszerű. Ez most ilyen nagyon koncertes hónap lesz. Túl komolyan egyik koncertből a másikba megyek. Ez hova mész még? Hova mész még? Hú, úgy kezdjük, hogy jövő héten megyünk Pozsonyba a szüleimmel és a nővéremmel André Rieu koncertre. Mm-hmm. Aztán csapunk egy Neoton bulit Tatán. Aztán Carsonra megyünk a barátnőmmel. Utána pedig Postmodern Jukeboxra. Wow! Azért ez egy elég vegyes felhozatal. Igen. Tehát igen, egyébként, és mindegyik remek lesz, és remek. Ez a Rieu, ez a mulatós hegedűs, ugye? Igen, ám mulatós, keringős. Keringős, igen, tényleg. Hát az osztrákok mulatósa. Az igaz. Na jó, gratulálunk. Ez nem az operett. De egyébként az operett valóban. Szóval egyrészt gratulálunk meg, hogy még van egy bocsizacsid is. Így van, bélbosakkával és bögrével, bizony. Ó, köszönöm. Na jó, akkor ennyit mára. Köszönjük szépen, hívnak majd a címedért, jó? Jó, sziasztok! Szia! Nos, 6 óra után a beköszönőben már elmondtuk, hogy amikor évfordulókat sorolunk Anett jóvoltából, hogy most május 27-én. Ma. A ma az egy... Igen, május 27-én, tehát ma. Bizony. Van a sürgősségi betegellátás napja. Igen. Vagy hogy te fogalmaztál a sürgős... Én úgy fogalmaztam, hogy sürgősségi orvostan európai napja. Így van. És hogyha már ez a napja, akkor beszéljünk egy picit a sürgősségi orvoslásról, mondjuk így, mert ugye ez egy olyan jelenség, ahova az ember nagyon szívesen nem kerül, aztán ha mégis helyzet van, akkor ott találja magát vélhetően, persze időponttól függően sokat magával, és rengeteg panasz érkezik. Arra, hogy én már ott ültem 6 órát, és nem láttak el, vérzett a fiam feje, és előrébb vették az idősnét, akinek csak folyt a nyála. Tehát, hogy
próbáljuk egy picit a másik oldalra bekukkantani. Hát igen, mert az ember azért azt gondolja, hogy jaj, elvágtam az ujjam, rohanok, majd biztos ott tárkarokkal engem várnak, és senki más nincs ott, nem érdekli őket. De nem, hát itt azért beérkezik egy beteg állomány, és ott rangsorolni kell. Rangsorolni is kell, dönteni kell, nyilván sok szakorvosi döntést kell meghozni függően attól, hogy ki milyen panaszsal érkezik oda. És velünk lesz mindjárt a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság elnöke, ő egyébként a Heimpál gyermekkórháznak a sürgősségi osztályát is vezeti. Uh-huh. Dolgozott egyébként a délszláv háborúban, pontosan hol? Albániában látta el a koszovói háborúban. A koszovói háborúban így sérülteket, így van, tehát pontosan tudja, hogy miről beszél, nyilván amúgy is tudja, hogy miről beszél, de a másik oldal érdekel nagyon, hogy amikor ott van az orvosi tím, akkor ott minden szakterületnek van egy szakorvosa ott, vagy pontosan a sürgősségi orvosnak mindenhez kell értenie, addig, amíg mondjuk az életveszély elmúlik. És hogy rangsorolnak? Ott van 20 ember mondjuk a váróban, az egyik ilyen, a másik olyan, amolyan, kit veszünk előre. Tehát ezek nagyon-nagyon gyors és precíz döntések kell, hogy legyenek, és ilyeneket beszélünk majd meg, talán azért, hogy egy picit több megértést is kapjunk a sürgősségi osztályon dolgozók felé. Igen, megértésünk legyen, meg egyáltalán tudjuk, hogy mivel megyünk oda, meg mivel nem. Ja, ez is nagyon fontos, amit mondasz. Igen. Hogy igen, hogy nem mindennel a sürgősségére menjetek, de ezt is majd megbeszéljük dr. Bognár Zsolttal. 8 óra 14 van, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, hello Laci! Hello, bocsi, jó reggelt! Jó reggelt, Gyuri! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, drága hallgatók, és Anett persze, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hát mindenki erre a benzin dologra van rápörögve, nézzük még, hogy mi van itt. Azt mondja, jogos, hogy csak magyar rendszámú autók tankolhatnak kedvező áron, aki külföldön olcsón vásárol autót, és még csak nem is honosítja az igenis fizessen piaci árat. Zsófi Debrecenből ez a véleménye. Sziasztok, az a baj, ha tényleg maffia biznisz lett belőle, akkor szereznek pár magyar rendszámú autót, és mehet tovább a buli. Üdv Tibi, akkor szlovénok és horvátok miatt van ez, Letenye lenti, tele van velük, magyarok meg szívnak miattuk. Akinek külföldi rendszámú autója van, az mind adócsaló, megérdemlik. Na jó, azért ennyire durván ne ítélkezzünk, egyrészt nem mind adócsaló, kettő adót elkerülnek, mindezt teszik egyébként teljesen legális módon, tehát, de most ebben az esetben valóban akkor nekik fizetniük kell, de a részletek majd kb. 20 perc múlva. Nos, reggel mondtuk, hogy május 27-én, azaz ma van a sürgősségi betegellátás napja Európában. Amit eddig nem tudtunk. Amit eddig nem tudtunk, de most mindenképpen kell, hogy beszéljünk róla. Ugye itt gondolnak azokra az egészségügyi dolgozókra, akik ellátják azokat a betegeket, akiknek ugye a leggyorsabban van szükségük orvosi segítségre, akár az életük is múlhat rajta, sőt, ez nyilván egy fontos szempont. Majd a beszélgetésben ez fontos szempont lesz ugye a sorrendiséget illetően. Bizony. Aztán, hát ugye ők általában azért a háttérben dolgoznak. Nagyon-nagyon kemény munkát végeznek, és nincs idejük arra, hogy itt kommunikálják, hogy egyébként az ő munkájuk mennyire fontos, és ezért is lényeges szerintünk, hogy legalább ezen a napon felhívjuk rájuk a figyelmet. Na, a sürgősségi esetek ellátásával kapcsolatban, ugye az év többi időszakában nagyon sok mindent lehet hallani, rengeteg üzenet érkezik egyik hozzánk is, SMS-ben, hallgatóktól, hogy mit éltek át, míg sorra kerültek, vagy újságokban időről időre felbukkan egy ilyen vagy olyan hír. És talán az egyik leghangosabb az volt, hírességek is megnyilvánultak, ha éppen ők kerültek ilyen helyzetbe. 2018-ban volt Kassa Tibinek egy videója, arról beszámolt, hogy trombózis gyanúval kórházba szállította a cukorbeteg édesanyját, és 6-7 órán keresztül várakoztatták. Na most azért azt tisztázzuk, hogy szerencsére ugye az embernek általában nagyon ritkán van szüksége sürgősségi ellátásra, és viszont amikor oda kerülsz, akkor mindenki teljesen biztosra veszi, hogy az ő baja a legnagyobb baj. Főleg, hogy a gyerekkel mész oda. Saját bajod a legnagyobb bajod, ezzel mindenki így van, és főleg a gyerek, hát nem tudom, én saját magam miatt sürgősségre soha nem mentem, de akinek gyereke van, igen. Nincs olyan, hogy elkerült. Na most itt a világnap alkalmából most lesz alkalmunk egy picit bemutatni, hogy milyen munka zajlik a sürgősségi osztályokon. Ide ugye a betegek nem látnak be, mert velünk lesz dr. Bognár Zsolt, ő a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet sürgősségi betegellátó osztályának
osztályvezető főorvosa, amúgy a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság elnöke is, sőt, a koszovói háborúban, a koszovói háború sebesültjeit is 1999-ben ellátta, tehát háborús helyzetben is dolgozott. Így köszöntsük őt a vonalban. Egyébként ez egy ünnepnap vagy emléknap, Anett? Hát végül is ez lehet egy ünneplap is, de egy európai megemlékezés. Egy európai megemlékezés, úgy van. Tehát ezen a napon dr. Bognár Zsolt a vendégünk. Jó reggel, doktor úr! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nos, ön egyébként a sürgősségi osztályt vezetve milyen munkabeosztásban dolgozik? Tehát ezek 10 órák, 20 órák, ezt hogy kell elképzelni? Alaphelyzetben én, mint osztályvezető, egy 8 órás munkarendben dolgozom, de természetesen én is viszek 12 órás műszakokat, ugyanúgy, ahogy a kollégáim minden hónapban, változó mértékben, attól függ, hogy mennyire van rá szükség, de ezt nem lehet kikerülni semmiképpen, osztályvezetőként sem. Egyébként ugye jól gondolom azt, hogy ez valahol a legspontánabb vagy legimprovizatívabb helyzet, amiben páciens és orvos egymásra talál. Ugye általában az ember nem gondol arra, hogy nekem még este vagy akár napközben a sürgősségi osztályra kell mennem, vagy magam, vagy a hozzátartozómmal, az orvos nem vár engem, hanem egyszer csak ott termek, és akkor találkozunk először. Igen, tehát gyakorlatilag a sürgősségi ellátás az egy abszolút tervezhetetlen ellátás, egészségügyi ellátási forma, és ebből adódóan sokszor a lehető legnagyobb emberi erőforrást és egyéb erőforrást igényli, mert nem lehet kiszámítani a beteg beáramlás mennyiségét, összetételét, és semmilyen szempontból nem lehet kalkulálni. Ezért teljesen más, mint mondjuk bármilyen szakrendelés, előjegyzésen alapuló orvosi ellátás. De ugye ez azt is jelenti, hogy teljesen szerte ágazó panaszokkal jelennek meg a betegek. A másik oldalon ennyire szerte ágazó az önök felkészültsége is? Értem ez alatt azt, hogy ön egy személyben akár fülorgégész, szemész és baleseti, nem tudom micsoda, vagy mindenféle szakorvos ott ül a kulisszák mögött, és várja azt, hogy éppen valaki a fülével vagy az artériájával kerüljön be. Mi azt szoktuk mondani, hogy egy sürgősségi ellátó osztály olyan erős, amilyen a háttérszakmák, akik mögötte vannak abban az ellátó intézményben. Ettől függetlenül a sürgősségi osztályon dolgozó szakorvosoknak és szakorvos jelölteknek minden területhez kell valamilyen szinten érteniük. Ez a szint, ez el kell érnie azt a szintet, hogy a beteg kritikus állapotát stabilizálni tudják. Nem kell differenciál diagnózisokba belemennünk, el kell látnunk a beteg állapotát, aktuális panaszait, stabilizálnunk kell, adott esetben életet kell mentenünk, és ha szükséges, akkor bevonunk, vagy legalábbis megpróbálunk bevonni egyéb szakterületnek a konziliárisait, hogy a további terápiát, beteg további sorsát, beteg útját menedzselni tudjuk. De az elsődleges ellátás szintjén, ahogyan is mondja, gyakorlatilag a súlyos sérültektől, a politraumatizált betegektől kezdve, az infarktuson átesetteken keresztül, a sztrókosokig, az anafilaxiás reakcióig, az akut hasi katasztrófáig, egy néhány kívüli terhességnek a stabilizálásáig, vagy egy megindult szülés levezetéséig mindenhez kell érteni egy jó sürgősségi szakorvosnak. Jó, erről is beszéljünk mindjárt, hogy egyébként meddig tart az önök feladata, és aztán honnan, vagy mikortól fejeződik be, és megy aztán majd a megfelelő osztályra, vagy másféle kezelése, de amikor ugye a betegek önöknél ott vannak, és ugye persze lehet rengeteg olyan panaszt olvasni, hogy de ugye az előbb is idéztem egyet, hogy 6-7 órát kellett várakozni. Önök kilépnek a folyosóra, látják a betegeket, ugye az egyik, én nem tudom ilyen szakszavakkal felsorolni, mint ön, de ugye az egyik hasfájással, a másik keringési zavarokkal, a harmadik egy komolyabb vérzéssel, és sorolhatnám tovább. Önök abban a pillanatban kell, hogy tudjanak rangsorolni, ugye, hogy kit hívnak be, kit látnak be először. Ez hogy történik? Ez gyorsan is fejben dönteni kell? Ugye 2018-ot említette, az egy eléggé kritikus év volt, viszont utána a szakmának sikerült elérnie, hogy országosan, egységesen az összes sürgősségi osztályon bevezetésre kerüljön a Magyar Sürgősségi Triás Rendszer, röviden MSTR. Ez egy olyan priorizáló, vagy ön azt a kifejezést használta, hogy beosztó vagy rangsoroló rendszer, ami lehetővé teszi, hogy a betegek pillanatnyi állapota, panaszai, vitális paraméterei, tehát életfunkciója alapján egy ellátási
sorrendet, egy ellátási fontossági sorrendet állapítsunk meg. Ez nagyon szerteágazó, nem akarok ebben most belemenni. Az a dolog lényeg, hogy akik ezt a munkát, ezt az elsődleges vizsgálatot végzik, az úgynevezett triázs nővérek, ők egy nagyon komoly, nemzetközileg akreditált és validált képzésen esnek át, és ők azok, akik a hosszú évek tapasztalatai alapján képesek megállapítani, hogy ki az, akinek azonnali ellátása van szüksége az egyik végén a prioritási sornak, és ki az, aki adott esetben 2 órát várhat anélkül, hogy orvosi vizsgálatra sor kerüljön. Úgyhogy ők azok, akik az elsődleges vizsgálatot elvégzik, és az ő döntésük alapján rendelődnek hozzá. Mi így szoktuk mondani, hogy allokáljuk a betegellátási kapacitásokat. Mm-hmm. Jó, tehát akkor jól értem, ebben egy egységes rendszer van, egy egységes direktíva van Magyarországon az összes kórházban. Így van, ez 2018. decemberében lépett életbe a törvény, mi csak úgy hívjuk a triás törvény, ami egységesen kötelezővé teszi az MS-tér használatát minden magyarországi sürgősségi osztályon. És akkor meddig terjed a sürgősségi ellátás egy páciens esetében? Tehát amikor az akut életveszélyből át tudtuk menteni, vagy stabilizálni, meddig tart az önök feladata? Ez nagyon szerteágazó. Elsődlegesen mindenképpen a stabilizálás, a vitális paramétereknek, az életfunkcióknak a biztosítása az a mi feladatunk. És utána meg kell határoznunk azt a csapásirányt, vagy csoportdiagnózist, amelyre a beteget a továbbiakban tudjuk irányítani. Ehhez különböző vizsgálatokat, diagnosztikát kell igénybe vennünk, és legalább közelítőleg tudnunk kell, hogy az a fejfájás az most egy központi idegrendszeri fertőzés következtében alakult ki, vagy esetleg egy stroke-ja van a betegnek, mert nem mindegy, hogy milyen irányba folytatódik a kezelés. Ennek a felelősségnek a megállapítása, vagy ennek a megállapítása a felelőssége a sürgősségi orvostanokra hárul. Egyébként mit csinálnak az értetlenkedőkkel? Ugye mondta, hogy szakképzett nővérek vannak, akik ennek megfelelően vannak kiképezve, és ebben a kiválasztásban úgymond segítségére van az orvosi tímnek, de hát nyilván van egy csomó értetlenkedő, mindenki azt hiszi, hogy az ő panasza a legnagyobb, mindenki azt hiszi, hogy ő a legfontosabb. Hogy kezelik ezeket? Hát egyrészt próbáljuk minden lehetőség szerint elérhető média felületen kommunikálni azt, hogy a sürgősségi ellátás az nem egyenlő a gyorsasági ellátással. Másrészt az adott helyeken nagyon sok sürgősségi osztályon bevezetésre került ugyancsak a triás törvényben rögzítettek megfelelően úgynevezett sürgősségi osztályos diszpécser alkalmazása, ahol akár pszichológus végzettségű kollégák állnak a segítségünkre, akik járják a betegeket a váróban, elbeszélgetnek velük, megnyugtatják őket, kezelik a konfliktusokat, kezelik a kommunikációval azokat a potenciálisan veszélyhelyzeteket vagy veszélyforrásokat, amik igazából semmi másból nem adódnak, mint a betegek információ hiányából. Ők nagyon nagy segítséget tudnak nekünk jelenteni. Minden a kommunikáció múlik, azt gondolom. Doktor úr, mi betegek milyenek vagyunk? Tehát mondjuk százalékosan ki az, akinek valóban szüksége van sürgősségi ellátásra, és gondolom találkoznak olyan esetekkel, amikor azért ezt otthon meg lehetett volna oldani? Nagyon-nagyon szertágazók. Ahogy önök is mondták a felvezetőben, tényleg mindenkinek a saját problémája a legfontosabb, és ugye attól is függ, hogy az egyéb ellátások mennyire könnyen hozzáférhetők, mennyire könnyen tudnak eljutni egy szakorvosi vizsgálatra, egy bármilyen diagnosztikához. Hogyha nagyon hosszan elhúzódnak a panaszok, és az adott betegnek már nagyon-nagyon komoly problémákat okoz még akkor is, hogyha nem egy életveszélyes probléma, ő bizony bejön a sürgősségi osztályra, és megpróbálja minél hamarabb megszerezni azt a vizsgálatot, amire úgy gondolja, hogy neki szüksége van. Ilyennel is találkozunk nagyon sokszor. Tudnám mondani nagyon-nagyon kemény és nagyon-nagyon bagatell helyzetet az ön praxisából? Igen, tehát például amikor a nagyon-nagyon súlyos sérült el, személygépkocsi baleset során sérült csecsemővel a mentőhelikopter a 6-sávos Illői út 3 sávját lezárva száll le előttünk, és oda kell kimenni érte. Azt gondolom azért az elég egy súlyos helyzet. Vagy amikor a néhány hónapja, hete volt a hírekben az, hogy a felnőtt mellkason szúrt, az nálunk jelentkezett egyik reggel a gyermekkórház sürgősségi osztályán, mert az volt legközelebb és oda esett be. És hát nálunk alapvetően gyermekgyógyász kollégák dolgoznak, úgyhogy az ő ellátásában
hogy is mondjam, támaszkodni kellett az intenzív osztály és a sebész kollégák segítségére is. Igen, ez a súlyos. Igen, hát a bagatellre akkor talán itt az utolsó kérdésemben egyben tudna erre válaszolni, hogy mit üzen azoknak, akikben felmerül, hogy hú, most bemegyek a sürgősségére, vagy most beviszem a sürgősségére. Itt nyilván szője bele azokat a bagatell eseteket, amikor tényleg olyan helyzettel és kéréssel és igényel jelentek meg a sürgősségi osztályon esetleg szülők, amikor nem kellett volna. Tehát mi páciensek, hogy döntsük el otthon, hogy indulás önökhöz, vagy megvárjuk másnap a házi orvosi rendelést? Én azt mondom, hogy nagyon sok olyan honlap van, ahol a beteg panaszaival kapcsolatban lehet érdemi információt nyerni. Vannak olyan információs vonalak is, egyébként ennél egy ilyet tervez is a sürgősségi orvostani társaság közelműködésével létrehozni, hogy ahol segítséget lehet kérni, ahol el lehet nekik mondani, hogy ezzel a panasszal bejöjjenek, ne jöjjenek, hova menjenek, merre felé mozduljanak. De azt gondolom, sokszor elég lenne, hogyha csak a saját tapasztalataikra hagyatkoznának, hogy vajon amikor nekem volt ilyen panaszom, tehát 2 órája fájt a torkom, akkor velem az édesanyám berohant-e a hajnali 2 kora egy orvoshoz egyáltalán, vagy adott egy meleg teát, hogy igyam meg mézzel, és akkor talán majd meglátom, hogy hogyan fog alakulni. Értem. Nagyon szépen köszönjük, és külön köszönjük mindannyiunk nevében az önök munkáját. Köszönjük szépen, hogy elmondta. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen, viszont hallásra, dr. Bognár Zsolt, a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet sürgősségi osztályának osztályvezető főorvosa, illetve a Magyar Sürgősségi Orvostantársaság elnöke. Szóval első kézből kaptuk ezeket az infókat. Ez kemény meló. Ez tényleg nagyon, nagyon kemény meló. De egyébként egy csomó mindent megtudtunk, tehát többek között azt ugye, hogy most már egy egységes rendszer szerint döntik el Magyarországon azt, hogy mi alapján kerül valaki azonnal a rendelőbe, igen, vagy ráér még 1-2 órát várni. Mert ebben a legértetlenebbek egyébként a páciensek. Egyébként nem baj, hogy ez elhangzott, hogy ne ijedjen meg senki, ha nem rögtön orvossal találkozik, hanem a szakképzett nővérek el tudják dönteni. Hiszen az orvosok bent meg dolgoznak valaki így máson. Van. Jó, most egy újabb fontos téma következik, mert ugye mától érvényes az, hogy a benzinástop csak is a magyar autósokra érvényes, és a külföldi autósok pedig a teljes árat kell, hogy megfizessék a benzinkutakon. És hogy ez pontosan hogy néz ki, valakik már írták, hogy ez így, meg úgy, meg amúgy, ők már megcsinálták, ott voltak, leírták a tapasztalataikat. Itt is azt gondolok, hogy első kézből tájékozódjunk. Nagyon sok kérdés merült fel, rengeteg magyar állampolgár dolgozik itthon, illetve él is itthon, de mégis szlovák rendszámú vagy német rendszámú autója van. Vajon velük mi a helyzet? Egyáltalán a benzinkúton ez hogy valósul meg? Tehát személyt kell mutatni, a rendszámomat nézik, forgalmit kell mutatni. Mi alapján mit ír ki a benzinkút oszlop, amikor teletankolom az autómat, akkor az a teljes ár, és majd levonják, vagy kicsi ár, és majd a szlovákoknak felnyomják, tehát hogy ez egész hogy néz ki. Igen, ez érdekes lesz. És ezért hívjuk a hírek után Ratatics Pétert, ő a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója. 3-9 lesz 4 perc múlva, és nagyon izgalmas téma ez, hát ugye tavaly november közepén vezették be az üzemanyagok árstopját itt Magyarországon, és ennek értelmében ugye a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintban maximálták. Na most sokan kritizálták egyébként ezt az intézkedést, részben azért, mert ugye a piaci üzemanyag ár az jelenleg már ilyen 700 forint körül mozogna, és Európában Magyarországon lehet a legolcsóbban tankolni. Na, okozott ez sok mindent, itt most írnak is a hallgatók, Szlovákiából írok, el kellene azon is gondolkozni, hogy az olcsó lisztből előállított kenyeret olcsó üzemanyaggal tankolt járművel ne hozzák be a piacra Szlovákiába. Vagy ez rendben van? Itt a vállalkozók nem tudják tartani a versenyt az olcsóbb magyar áruval. Elnézést kérek, a grammatika véget, oké, üzeni Szlovákiából. Hát igen, mert is aztán a német autópályával hasonlatot is megemlíti még egyszer valaki, hogy a német autópályát is német állampolgárok adójából fizetik, és a magyarok ingyen használják, vagy ha átjöttök hozzánk vásárolni 20%-os áfahét, és folytatja. Teszem hozzá, hogy a németeknél többször felmerült politikai vitákban, hogy külföldieknek igenis fizetőssé tegyék az autópályát, csak a németek használhassák ingyen. Tehát valahol kell védeni a magyar érdekeket, és ezért vezették be, gondolom én, azt, hogy mától
csakis magyar autókat lehet tankolni a kedvezményes áron, és a külföldi rendszámú autók viszont most már teljes árat fizetnek. Ugye jól mondom, Anett? Igen, tökéletesen. Így van. Na, de hogy ez pontosan hogy néz ki a gyakorlatban? Itt persze van egy csomó felháborodott, de hát ugye azt is mondják, hogy csak szlovákokról beszéltek, a nyugati határszélen az osztrákok elárasztották a kutakat, sokszor már péntek délután elfogyott az üzemanyag, és bezártak a kutak, és mi a helyzet Ausztriában dolgozó osztrák rendszámos magyarokkal? Rengeteg kérdés van, és ezért gondoltuk, hogy a legjobb, hogyha a MOL-hoz fordulunk, és itt van a vonalban velünk Ratatics Péter, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója. Szia Péter, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Na, maga ez a döntés, hogy itt most kétféle árképzés van a benzinkutaknál, ez mekkora felfordulást okozott nektek az elmúlt napokban? Hát inkább az elmúlt órákról beszéltek, mert tegnap délután derült ki a kormányinfóból, hogy milyen új szabályozással fogunk szembenézni, és ez ráadásul utána az éjszakai órákban jelent meg a magyar közlöny tekintetében is. Tehát izgalmas pár órán vagyunk túl, ez kétségtelen. Alapvetően föl kellett készülnünk egy IT-technológiai változásra is, de ami ennél sokkal fontosabb volt, hogy hogyan tudjuk legalább ilyen rövid idő alatt is valamennyire érthetően kommunikálni és tájékoztatni a fogyasztóinkat. És hát ahogy ti is mondtátok, ez azért egy elég komoly kihívás, mert egyrészt kell a magyar fogyasztókat is tájékoztatnunk, hogy igen, továbbra is, hogyha a magyar forgalmi rendszámú gépjárművel jönnek, és nagyon fontos, hogy hozzák magukkal a forgalmi engedélyüket is, akkor továbbra is jár a hatósági jár. Viszont minden más esetben, tehát hiába valaki magyar állampolgár, de külföldi rendszámot vezet, vagy hiába valaki átjön a szomszédos országokból és bizonygatja az ő magyarságát, ez nem fog, innentől kezdve ez nem feljogosít arra, hogy hatósági áron tankolhasson. Jó, tehát akkor alapvetően a gépjármű határozza meg az árat, és azt is nem úgy igazoljuk, hogy kinéz a pénztáros az ablakon keresztül, és látja, hogy ott magyar rendszám van véletlen, hanem a forgalmit be kell vinni a fizetéskor. Igen, erre szeretnénk kérni mindenkit. Alapvetően így is jelent meg egyébként a közlöny, tehát a magyar forgalmi engedély az, ami egyébként a bizonyításnak az alapja. Ettől függetlenül értelemszerűen a következő napokban, ameddig beáll az új rend, azért szeretnénk minél inkább fogyasztóbarátok lenni. Értelemszerűen, hogyha a kollégáink látják azt, és az ablakon keresztül általában észre fel tudják mérni, hogy az a bizonyos gépjármű magyar forgalmi engedéllyel, illetve bocsánat, rendszámmal rendelkezik, akkor ezt még el fogjuk fogadni. De igen, ez az ország egész területére érvényes, mert ugye nyilván itt a határ mentéről tudósítanak Esztergom és környéke, Lentinél mondták, ugye az osztrák határ, hogy ott vannak ezek a tumultusok, ezek a sorbanállások, a kifogyott benzinkutak, az ország közepén vélhetően kevésbé. Ez azt jelenti, hogyha én például teszem azt, nem tudom, Szolnokon tankolok, akkor is forgalmival menjek be a pénztárhoz fizetni? Igen, ezt szeretnénk kérni mindenkitől. Nem gondoljuk egyébként, hogy ez egy olyan nagyon-nagyon extra nagy kérés, de biztos, hogy szokatlan, hiszen ez egy újdonság, eddig ez nem volt elvárás. De valóban egyébként az országhatár szélein, illetve hát a szomszédos országokhoz közelebbi töltőállomásokon ott kifejezetten problémás volt a helyzet az elmúlt időszakban. Nagyon-nagyon sok leürülésünk volt, elfogyott a termék, a lakosság nem tudott tankolni, iszonyat megnövekedett a sorbanállási idő, úgyhogy már muszáj volt valamit lépni, és nagyon örülünk annak, hogy ez a lépés megtörtént. A kútoszlopon mit fogok én látni árban? Igen, itt fontos, hogy van egy totem oszlopunk, ami ugye közeledve a töltőállomásra hoz már észrevehető, azon továbbra is a hatósági ár lesz kommunikálva, viszont ahogy valaki bejön már a töltőállomásra és odaáll a pumpához, ott a pumpán, azon a bizonyos kijelzőn, ahol a litert, illetve a hozzákapcsolódó árat és a fizetendő összeget is látható, ott már a piaci ár fog megjelenni. Itt nem kell megijedni, ez mindenkinek a piaci árat fogja jelezni, viszont az, aki behozza a magyar rendszámú forgalmi engedélyét, az a kasszánál lesz érvényesítve, és ott fog egy tulajdonképpen egy diszkontot kapni, a hatósági árra fog csökkenni ott az ár, a fizetendő. Gyakorlatilag megjelenik a benzin oszlopnál, vagy hogy hívják ezt, tehát ott megjelenik az, hogy nem tudom, tankoltam 30 litert, és ez kerül mondjuk 20 ezer forintba, most mondtam valamit. És akkor, amikor a forgalmimat bemutatom, akkor itt valami vonalkodót lecsippentenek róla, vagy egyszer csak nézik?
Igen, ez nálunk technikailag így fog pontosan végbe menni, hogy, hogy a bizonyítás után egy diszkontot, egy vonalkód lecsippantásra egy diszkontot fogunk érvényesíteni. És akkor a végeredményben, amit kifizetek, az aztán a kedvezményes ára, amennyiben magyar forgalmival rendelkezem. Így van. Hú! Na jó. Egyszerű. Na jó, kérdezik többen azt, hogy mi van ezekkel az automata kutakkal, ahol ugye nincsen személyzet. Igen, nálunk kevés ilyen kut van egyelőre, és azokon a kutakon is ugye megvan a lehetőség arra, hogy be a shopba bemenve kasszánál lehessen fizetni. Ott mi átmenetileg kikapcsoljuk ezeket az automata kutoszlopokat, tehát lehet tankolni ezeknél a kutaknál is, csak már nem az automatán keresztül lesz a fizetés, hanem be kell fáradni. De olyan Magyarországon nincsen, ahol egyáltalán nincs ember, hanem csak nem tudom, valahogy kártyával. Lehet, hogy ezt csak Amerikában láttam, nem tudom. Ilyen nincsen Magyarországon? Bármilyen más cégnél. Van Magyarországon is, a MOL-nál nincsen, de van más magyarországi szereplő. Hát az ő gyakorlatáról még így az elmúlt pár óra alapján nem tudok beszámolni. Világos. Jó, hát köszönjük szépen a tájékoztatást, akkor szerintem teljesen egyértelműen megbeszéltük, tehát akkor is, ha magyar állampolgár vagy, itthon laksz, itthon fizeted az adót, de szlovák rendszámú autóval állsz a benzinkúthoz, neked nem jár a kedvezményes ár. Csak is magyar forgalmi rendszámú, illetve azt igazoló forgalmi engedéllyel jár a kedvezményes ár. Mindenki másnak ugye most már teljes piaci árat kell fizetni. Nagyjából jól foglaltam össze? Abszolút, tökéletesen. Szuper. És még egy valamire szeretném kérni a kedves fogyasztókat, ne bántsák a benzinkutasokat, ez nem az ő hibájuk. Végre kell hajtaniuk ezt a szabályozást, meg kell felelnünk ennek a szabályozásnak. Azt gondolom, hogy az, aki magyar lakos és magyar gépjárművet vezet forgalmi engedéllyel rendelkezik, továbbra is egy nagyon-nagyon kedvezményes áron fogja tudni kapni az üzemanyagot. Az összes többi eset az meg alapvetően egy piaci árra rendeződik vissza. Az, hogy ez a piaci ár most magas, reméljük, hogy ez egy átmeneti dolog. Így van. Köszönjük szépen, Ratatics Péter, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója. Köszi szépen, szia Péter! Köszönöm, sziasztok! Szia, szia! Na, ez egyértelmű volt. Ez itt tök tiszta. Mindig ebben a forgalomban hány ember lesz, aki a fotocellánál fordul vissza, hogy Mert? Vissza a kocsihoz a forgalmiért. Ja, hogy úgy, igen. Meg kell ezt még szokni, kell egy pár nap. Vissza szerintem a kocsihoz a forgalmiért, de általában a forgalmit mindenki magával hagyja, kell is, tehát ilyen téren ez azt hiszem, hogy akkora problémát nem okozhat. Te hogy fogod érezni magad, amikor mögötted áll egy osztrák, te meg bemutatod a forgalmit? És akkor így a 40 ezeres számládból hirtelen 20 ezeres lesz. Én lobogtatom majd a kis forgalmat, és was is mit, dear Klaus? Írja a számlámra az osztrák úrét, és meghívom. De az osztrák úrnak ezt a kis szamos marcipán szívet ezt még kifizetni. Oda a négyes kúthoz küldenék egy koktélt. De szemetek vagyunk. Nagyon, ezt nem szabad. Ezt nem szabad, ezt abszolút nem szabad. Így van, jó. Jövünk, hangcsapdát játszunk, képzeljétek el, és mutatunk nektek egy hangot. Szerintem ő is jellegzetes. Nagyon. Próbáljátok megfejteni. Lábúj nagykamos kérül, mint váltott, ami forint. Bálunk, hogyha most fához át kell szaladni, anyósom még tóna állni magunk. Mi? Hogy? Csak többe kernáló. Próbálunk 2000. Mindegy, hogy hol az van, akkor anyuka bátni, hogy anyuka egy nagykamnak akarok venni. Már, hogy önállósodni, hol és hogy nem. Na, adtunk belőle eleget, úgyhogy szerintem föl tudjátok ismerni. Most igen, én is ezt gondolom. Hívjatok most 0620-22-22-122. Ez mi? Ez mi? Hangcsapda. 9 óra lesz 4 perc múlva. Itt persze közben áradnak a kérdések mindenféle. Többek között az automata kútra, de ezt elmondta ugye az illetékes úr, hogy arra nincs nekik rálátásuk, vagy milyen hogy megoldást választanak azok, akik ilyen totál automata kútat üzemeltetnek. Valaki azt mondja, hogy teljesen jogosnak tartom, hogy csak a magyar rendszámos autók tankolhassanak Magyarországon olcsóban. Határmenti városka vagyunk. Borzasztó, ami itt van. Kígyózó sorok a benzinkutakon, szlovák és osztrák rendszámos autó hegyek. Egyszerűen nem lehet közlekedni sem. Ja, és ne is beszéljünk az itt élő sok románról, akik román rendszámos autóval közlekednek, mert Ausztriába járnak át a földekre dolgozni, gyűlöletesek, üzeni K. Sziasztok, szerintem ennek a benzines dolognak az lesz a hátulütője, hogy beindul a rendszámtábla lopás, tankolás előtt felteszi előre-hátra. Hát figyú, ezért van a forgalmi, tehát ezt mondta, hogy lehet, hogy valakinek hogy elnézik, kinézik, de ezért van, hogy forgalmit kell bemutatni, és nem rendszámtáblát. És azt mondja, ez is egy nagyon jó kérdés, szerintem fejben kell matekozni, hogy és aki csak 10 000 forintért szeretne tankolni, rengetegen van, aki... Ha csak 10 000-ért akarok tankolni. Be kell szorozni, bizony. Akkor neked be kell szoroznod, hogy az most akkor pontosan, nem tudom, 18 000? Igen.
és akkor oda mész a forgalomidőn, és visszacsippantják 10-re, de neked kell tudni ezt fejben nagyjából. Szerintem ez egyszerűbb ennél egyébként. Minden telefonban van számológép, 10 000, osztva 480-nal egyenlő, ennyi liter viszlát. Hű, köszönjük, Laci, ezt tegyük ki a Laci megoldását, jó? Jó. Egy ilyen Einsteines képet, portrét csináljátok a Laciról, amikor a relativitási elméletet ugye törött koponyával, de a Laci, hogy törött koponyával mondja a relativitás elméletét. Na hát így, értitek, már túlfogalmazok mindent. Kis jó, videót fölkészülök csinálunk. Fölkészülök a képre, hogy ez a törött koponyás meglehessen. Kis szóval videó lesz. A mi ingyen benzin képletünk Lacitól, 10 000 forint, osztva 480-nal? Hát most értelemszerűen azoknak mondanám, akik azt mondják, hogy de én 15-ért szeretnék, annak a 15-öt kell elosztani. Jó? Igen, lesz itt még gond. Jó? De akkor kérdezik azt is, hogy mi van, hogyha ő lemegy biciklivel és a benzines fűnyírójába akar a kannába tankolni, akkor milyen forgalmit mutasson? Hát szerintem nem tudom. Szerintem vizsgáztasd le a fűnyírodat, és akkor van egy forgalmi. Igen, eredetiségvizsgálat, meglegyen, törzskönyvet vidd le. Ja, was is mit dir Klaus, meg Szamos Marcipán szív, könnyesen rögtem magam, nagyon lököttek vagytok, imádlak benneteket. És egyébként megkaptam, ugye Ildikó kérdezte, hogy mi van ő, aki Magyarországon él, de elvált, és ezért a válás miatt ugye az anyuka, aki otthon maradt Erdélyben, román rendszámú autót vett neki. A lényeg az, és akkor itt van a kormány ablaktól egy nagyon kedves ismerősöm küldte el, hogy külföldről behozott használt gépjármű. Ahhoz, hogy magyar rendszáma legyen, ugye Magyarországon kell forgalomba helyeztetni. Nézzük csak, regisztrációs adót meg kell fizetnie, műszaki eredetvizsgát, és ha ez mind megvan, jön az okmányba, itt vagyonszerzési illeték fizetés plusz 12 000, zárójelben, tehát vagyonszerzési illeték fizetés plusz 12 000 a forgalmi és a törzskönyv. És azt mondja, hát így nem biztos, hogy megéri. Hát így nem. Ezekkel a kiadásokkal magyarítani egy román rendszámú autót. Uh-huh. Na jó, de szerintem szépen körbejártuk a témát. Csaba játszik velünk. Szia, Csaba! Sziasztok, szép jó reggelt! Jó reggelt! Csaba, kezdjük el a játékot. Rengetegen írták egyébként SMS-ben a megfejtést, de kíváncsiak vagyunk, hogy te tudod, de itt a hang. Lábgyúj, nagykalmos kérülményt, tök bátot, ami forint. Bálunk, hogyha most én fához át kell szaladni, anyósom még tonálni magunk. Mi, hogy csak többbe kerülnálló, próbálunk 2000. Mindegy, hogy hol az van, akkor anyuka bátni, hogy anyuka, egy nagykalmat akarok venni, már hogy önállósodni, és hogy nem. Na ki jő? Hát én legzetes hanghordozás alapján én a Gáspárné Bea asszonynak. Igen. Próbálunk, mindegy, hogy, csak próbálunk önálló lábon állni, már hogy önállósodni anyósomiktól, és hogy nem az van, hogyha most én akarok venni egy nagy kabátot, ami többe kerül, mint 2000 forint, akkor anyukához át kell szaladni, hogy anyuka, most kéne nekem egy új nagy kabát. Geri kérdezi, most megyek Hollandiába autóért, a rendszám holland, de az adásvételi a nevemre szól, ilyenkor mi számít? Geri, a forgalmi, amin éppen az autó fut. Ennyi, ez szerintem tök egyértelmű, tehát most ne kezdjünk el már több színezetekre rákérdezni, tehát ez eléggé egyértelmű. Csaba, lesz egy bocsizacsid. Nagyon szuper, nagyon szépen köszönöm. Baseball sapka bögre is megy bele, jó? Szuper, szuper, nagyon jó hétvégét és jó pihenést. Neked is, jó hétvégét, köszönjük, szia! Szia! Szia, szia! Na, jövünk vissza a bokcival. Ó, igen, megint pszichológia lesz. Nagyon beleélte magát ebbe a műfajba. Igen, ahogy öltözködünk, olyanok vagyunk nagyjából, nem ez a színekre vonatkozik, ugye? Színekről. Igen, beszélve. Tehát milyen személyiséged van, ez abban is meglátható, hogy milyen színeket viselsz, öltözéket. Remélem, hogy nem odáig jutunk csak el, hogy aki feketét hord, az szomorú. 9 óra 14 perc van, mindenkinek jó reggelt újra, hello Laci. Hello Bocsi, jó reggelt. És Gyuri újra, hello. Jó reggelt, sziasztok. Anett, neked is jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt mindenkinek. A gyerekek, érdekes az SMS-ek, hát körülbelül 60%-a abból áll, mindenki a fűnyíróját meg a kaszáját akarja tankolni. Ezek után, tehát tényleg ez a legnagyobb problémátok? Hát vegyetek bele prémiumot, vegyetek V-Power Racinget a fűnyíróba. Ez nem hiszem el, hogy az a két liter, vagy nem tudom mennyi megy abba, hogy ez okoz fejtörést Magyarországon. Sőt, vegyetek hozzá két kanna AdBlue-t is. Simán. Az dízelbe való csak mondom. Igen. Hát lehet, hogy valakinek dízel fűnyírója van. Persze, tudom, sok. Tudom, mik vannak már a piacon. Mm.
De elmész a legközelebbi benzinkúthoz, megkérdezed, el fogja mondani egy ember, és akkor érteni fogod. Igen, szóval nem hiszem, hogy a benzines láncfűrész lesz itt a gond. Gyerekek, legyen akár. De volt, aki azt kérdezte, hogy figyelj, ilyen kérdést tett fel, hogy hányszor lehet egy nap egy forgalmival tankolni? Ó. Mi lenne, ha teletankolnád? És nem kell többször menni. Mi lenne, nem akarná vele kereskedni? Mi lenne, nem akarná trükközni? Már mindenki jött, és akkor a P-rendszámok, de akkor majd a rendszámot át lehet csavarozni, meg igen, de gyerekek, miért nem próbálunk egyszer picit becsületesek maradni, és egyszerűen simán csak megtankolni az autómat, és nem próbálni aztán két sarok odaiba a szlováknak eredő közben leszívod egy csővel. Érted? Mi lenne, ha? És értékelni, hogy nekünk marad igen, a kedvezményes mi lenne, az ország becsületes állampolgárokból állna többségében, nem, és nem csak a trükközni akarás. Azon gondolok, hogy van egy leghallgatottabb reggeli rádió műsorotok, és arra használjátok, hogy fogjuk a kezeteket, hogy kell tankolni. Na szórakozzatok, lazuljunk, tankolunk. Így van. Jó műsor. Tényleg legyen az. Én például a fűnyíróba vagy láncfűrészbe tankolnék, én esküszöm csak prémiumot vennék be, és ezzel dicsekednék a szomszédaimnak. Sőt. Főleg az osztrák szomszédaimnak. Tudod, mit csinálnék? Oda mennék, ki van rakva a kis matrica, háromszor dudálnék, oda jön az ember, és aztán... Tele kérem a stílt. A stílt. Hát ilyen jön a hétvége, ez probléma. Gyerekek, egy gyors pszichológiai megfejtéssel még tartozunk, és ezért itt van nekünk a Vokci. A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor. Jó reggel, szia Vokci! Boldog jó reggel szia. Mindenkinek. Sziasztok! Én eleve fűnyíróval járok tankolni. Nem kispályás vagyok, apám. Ezt mindig röhögnek rajta, mert ugye nekem elektromos fűnyíróm van. Tehát egyébként elmondom mindenkinek, hogy általában az a tuti. Tehát aki benzines fűnyírót használ, az nincs tekintettel a szomszédaira, azt eleve elmondom nektek. Igen, mindenki. De hát van előnye, te is tudod. De most már van aksis is elektromos. Most láttam, hirdetik óriás plakátokon. Az rettenet. Az semmit nem. Igen, de ez a kábellel való zsonglőrködés, hát én ezt most minden hétvégén eljátszom, azért nagyon sokszor törtem a fejem, hogy jó lenne egy benzines. Nagyon ügyesen meg lehet azt oldani. Mindegy, majd egyszer elmesélem. Hát én balettezek, tehát én olyan szép, tehát úgy nézek ki, mint egy ilyen, nem is balett, mint egy tájcsis. Én külön szeretem egyébként, olyan mozgás kultúrája vagy nem igaz. Ahogy tudod, a mackó ugorjál, forogjál, régen az ugrálókat csináltuk ezt. Semmi gond. Én imádom, de semmi, legalább csendes, érted, tehát ettől frankó. Jó, hát persze helyhez vagy kötve, hát rohadt dolog. Konnektor lyukáig kanyarodik a zsidón, és mindig a telek hátsó részen is lenyírva, mert addig nem érdekes. Nem érdekes. Na figyeljetek, igen, tehát akkor nézzük meg, ahogy mondtátok, aki feketért volt, az általában gyászol és szomorú, és befele fordul, aki fehéret, az pedig állandóan esküvőkre jár. Na és ennyi az egész, szia, beszéljünk másról. Ezt vártátok el tőlem, Nem igaz. Igen, mert alig vártam már a pszichológiai elemzésedet, mert egy csomó ellenvetésem lenne. Ma egyébként, Anett, elmondom neked. Vártam az elemzésedet, egy csomó ellenvetés. Nem is beszéltünk semmiről. De akkor is, nekem csak ellenérveim vannak, nem érveim. Persze, igen, te eleve úgy fegyverkeztél. Anetten képzeld el, egy ilyen kis pántos ruha van, egy ilyen totál nyári, és mondjuk azt, hogy a tűz színeiben. Tehát piros, narancssárga, fekete, van benne egy kis lilás, de igazából, mint hogyha lángolna az egész ruha, úgy néz ki. Na. Jó, hát a narancssárga, az ugye, de kiknek van narancssárga? Honnan ismerszik? Ugye a lenyugvó nap az egyik, az bár az inkább ilyen mély sárgás-vörös, de az az egyik, a másik pedig ugye... A holland válogatott. A kopaszok hordanak ilyet, emlékszel a narancsárga cuccban, akik jól verekednek például, ugye? Az amerikai börtöntöltelékekre beszélsz? Igen. Nem. Nem, hát a nagy, tudod, a kolostorokban lévő... Ja, a buddhista szerzetesek. Így van, pontosan, igen. Na, a narancs egyébként érdekes megfogalmazással van. Először tisztázzuk, tehát abban igazatok van, hogy ez hülyeség, hogy valaki állandóan csak egy ruhát
ruhatárat használ, de abban a Lacinak igaza van, én hallottam, hogy ő ezt mondta, hogy azért vannak kedvencek, és igen, hogyha valakinek kinyitjuk a garderóbját, vagy akármit, a fiókját kihúzzuk, akkor látjuk be, hogy valamiből azért dominánsan több van, tehát legalább egyel, érted? Tehát ott valami utalás van, másrészt pedig ezzel mi tulajdonképpen vannak persze változások, ezzel még közölni akarunk valamit. Tehát amikor Anett ma fölöltözött ebben a nagyságban, akkor mikor kinyitott a szekrényt, akkor azon gondolkozott, mit akarok ma közölni a világgal. Milyen szeretnék ma lenni, és mit szeretnék, hogy hogyan közeledjenek hozzám az emberek, hogy mit gondoljanak rólam, és a többi, és a többi. De ezt egyszerűen lefordítjuk, akkor mikor randira mész, akkor már eleve válogatsz ugye a színek között, stb. Stb. Tehát a narancs az tulajdonképpen a vágyak aktivitását jelenti. Vibrálást jelent, szexuális energiákat jelent. Ez mind az Anett? Szociális kapcsolódás vágyát. Mindenképpen pozitív, és aki ilyet hord, az interaktivitásra próbál törekedni. Tehát nyújkáljunk, ezt akarja üzeni az Anett? Szeretne új barátokat szerezni, hogy finoman fogalmazzak. Az új barát az 2 évvel, vagy 1 évvel? Jézusom! Új, most ecsetlete, jó Isten! De van új barát, van egy ilyen német játék, a kis új húzást tudod, az új barát. Igen. Jó, kivágtam magam? Nagyon megmentetted, igen. Jó, nem, de én is látom, tehát lángol a net. Kis újat csináljad. És nem tudom, mit csináljak. Tehát, hogy... Akadd össze kis ujjadat az Anettel, és húzzát, húzd meg. Húzzám át az asztalon, mint a bajorok. Na, mi van? Van egy másik új húzásos játék, húzd meg az ujjamat, azt a fatasztályát. Próbáld ki Anettel a hátam. Jó van. Igen, mondjad. Új. Nem, azt akarom kérdezni, hogy akkor nézzük már meg a többi szint is, hogyha már ezzel Anett láng ruhájával kapcsolatban ezt nagyjából most már tudjuk. Jó, Gyuri... a pirosról azért még elmondom, hogy ha ilyen is van a netten, van. Az viszont intenzív dominanciát jelent, tehát mindenképpen fel akarja magára hívni a figyelmet valamilyen szinten, de sugallja a veszélyt, a hatalmaskodás vágyát és az agressziót. Ez Anett, megismerem. Igen, tehát amikor vörös zászlóba csavarod magad és mesztelenül szaladgálsz a tüntetésen, akkor ez sugallja. Dolog, érted, mint az ahogy szokott lenni forradalmak idején. Na jó, nézzük akkor. Jó, kezdjük a feketével, mert ugye már azzal elkezdtem, hogy szomorúság izén nagy francokat. Ez a mindig tökéletes választás a fekete bárhova is néz. A befogadás színe érdekes, és magabiztosságot jelent, kifinomultságot, aztán intellektuális gondolkodást, analitikus gondolkodást, függetlenséget, határozott személyiséget, tekintélyparancsoló és erős akaratot. És én emlékszem, hogy a Laci gyakran járt feketét. A Laci nagyon gyakran járt feketét, de is preferált. Csupán, te lebeszélted róla, igaz? Abszolút a bocskor miatt változtam meg. Hát gyakorlatilag mielőtt elkezdtünk együtt dolgozni, én már nem tudom, 4 éve kizárólag csak fekete ruháim voltak a fiókban. Aztán annyira elfáradtam attól, hogy ez a ilyen konyhai filozófia meg pszichológia ment ezt, hogy a fekete az izé, a szomorú, nem tudom, hogy akkor inkább változtattam rá. Ja, és most mint a Charlie a csoki gyárban. Oly, oly. Nézzük akkor, Laci mit veszített el? A mindig tökéletes választást, a befogadást, a magabiztosságot, aztán elvesztetted az analitikus gondolkodásod, a függetlenségedet, a határozottságot és a tekintélyi parancsolást. Igen, nagyjából, ahogy a bocsival találkozott, igen, ez mind, igen. Igen. És így tűnt el az erős akarat a fekete eltűnésével. Igen, Laci, járjál továbbra is feketébe. Jó, én azt mondom. Mégis a fiókból előszedik minden. Én mostanság egyébként a kéket nagyon preferálom, ezt a Gyuri is megállapította rajtam, de azért majd én szeretnék majd ellentmondani neked, szólj, ha eljött az ideje, jó? Jó, rendben van, eljött a te időd, legyen a kék. Jöjjön a kék. Jönjenek az érveid, azt mondja. A kék ugye az a békét szimbolizálja, a béke, a hűség és a bizalom. Na most ezt röhögés nélkül is el tudnád mondani? Hát, ember nem tudja ezt röhögés nélkül. Igen, a béke és a bizalom. Még melyiket hagyjam ki? Hát igen, ellenérvek? Na,
Várjál, megyek tovább. Saját igazságuk van. Ó, ne viccelj! Jöjjenek az ellenérvek, bocsi, tessék. Nem saját, a... Igen? Saját hitük szerint érnek nulla befolyásoltság nélkül, egyedül álló gondolkodásra rendelkeznek, zseniális elme, könnyű kapcsolatokra törekszik, jó humora van és szellemesek általában ezek az emberek. Tessék, jöjjenek az ellenérvek! Itt most nem fog tudni mondani semmit. Nem ezzel kapcsolatban akartam ellenérvet mondani, azzal kapcsolatban akartam mondani, hogy ugye az ember öltözködése színekben is változik, ahogy egyébként változnak az idők. Magyarán ugye a színeket, amiket hordunk, olykor ugye diktálják, ezek a trendek változnak, és van, aki nem egy életen át kitart egy-két szín mellett, hanem gyakorlatilag utazik a trenddel. Magyarán, hogyha most idén bejön a szomorú lila és a vidámpiros, akkor emberek hajlamosak azt hordani, holott tavaly még egyébként lángvörösben vagy feketében jártak. Tehát ez nem jellemez bennünket, hanem... Persze. Én ezt mondtam az elején, hogy mindig, amit közölni akarsz valamit a világgal, aszerint öltözöl fel aznap, érted? Tehát ez nem törvényszerű, hogy a ruhatáradban, tehát a Lacinak csak fekete van a fiókjában, hanem legfeljebb abból egyel több van, érted? Vagy amit a rózsaszín alsó neműből. Tehát érted? Tehát abba. Ezekkel mindig belső, hogy is mondjam, mikor megvásárolod, akkor is egy hangulatban vagy, érted? És akkor is, tehát nem az van, hogy te elmész és állandóan feketét vár. Amit meglátsz, megtetszik, szeretnéd feketébe venni, de csak rózsaszínbe volt. Franc egye meg, tehát a fazonja miatt megvetted. Ennyi az egész. Persze, nyilván színtrendek vannak, aki színtrendek szerint öltözködik, én azt nem tartom sokra, tehát nem tartom egyéniségre. Meg hát ilyen, idén a bézs az, ami divat. Igen. És akkor mi van? Milyen hülyeség? De akkor változik. Ez csak a divat diktátorok találják ki, nem hülyeskedem. De hát az emberek ezzel, hát azt mondtad, hogy ahogy öltözköd, az emberek hajlamosak ugye a divat diktátorok által. Az emberek hajlamosak a világot elrontani, elkúrni egyik napról a másikra. Most ez akkor ezzel ne gyere. Ez egy alapvető véleményed az emberekről, de hát ez most hogy jön ide? Tehát én azt akarom itt mondani, hogy például az én kékem, amely ugye nagyjából egy-két egész pontosan leírt engem. Tehát, hogy ez a kék, ez lehet, hogy két év múlva egy tök más színezetet kap? Nem. Ugyanezt a jellemzést fogja kapni, csak idén nem a hűség és a bizalom lesz az embereknek a mérvadó, mint nálad, hanem mit tudom én, egészen más például teszem azt a lila, ami spirituális szín és különc bölcsességet sugal majd a divat diktatorok részéről a lakosság felé. Tehát azt mondják, hogy a nép túl hülye, akkor hordjon lilát, mert akkor okos lesz. Ilyen egyszerű a dolog, érted? Mi a helyzet a bézzsel? Még azt is bírom. A bézzsel? Hát a bézs az egyensúlyra törekvés, semlegesség színe. Tulajdonképpen valamilyen szinten egyhangúságot, depressziót sugal a szürkével azonos. De a bézzsel párosított színekkel, bármely más élénk színnel, viszont mindez feloldható és csodás hatást lehet elérni. Érted? Ezt köszönjük. Jó, ez a kekivel, arról még nem szóltál. Tényleg, a keki, az nagyon. Nagy kedvencem. Keki. Hát a keki nincs itt. Keverd össze a barnát meg a zöldet. Jó, rendben van. Hát a barna... A barna nagyon rossz, azt nem is mondom. Jó. Már gyerekkoromban is rossz volt, mert ugye az 50-es években nagyon sok gyerek öltözött barnának, mert hogy is mondjam, akkor azaz tudod, barna cipő, barna zokni, barna és a többi. Az óvónők csak kis szarnak hívtak bennünket, amikor bemegyünk az részt ezek már még megint minek öltöztek. Tehát ugyanakkor a barna az a hitelesség, a megbízhatóság, a bizalom és a mi természetességnek a színe. A zöld az meg ugye a természet szimbolikája, a nyugalom, a hatalmas terek, akkor mit tudom én, gyors energiák, érzékenység, empatikusságot emeli ki a legjobban egyébként. Jaj, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ez lenne a Gyuri? Igen, a Gyuri a keki, igen. Aha, igen. Értem. Vokcika, jó, hát akkor... el kell csókolnunk egymást.
Csókoljuk el egymást, jó új húzást estére, és csőkutya mindenki. Csőkutya, Vokci, hello, jó hétvégét! Szia! Szia. Mennyit tanultunk ma is? Abszolút. Valaki azt mondja, még mindig a fűnyíró, azt mondja, Morgan Istennek, a fűnyíró huszároktól kérdezném, véletlenül nem autóval mentek tankolni? Akkor ott van egy forgalmi, nem? Szívesen. Tehát igen, jó kérdés, hogy a fűnyírót te eltolod a benzinkútig? És azt mondod, hogy halló, nincs forgalmi. Én, vannak, akik lesétálnak kannával. Szerintem ők írtak. Lesétálnak kannával? Aha. Hát hülyén néz ki, egy fűnyírót odatol a izé hármas kúthoz, amíg bemegy fizetni, addig jön egy másik autós, az odébb rúgja. De nem az, de a kannával, akkor is autóval mész, nem? Hát vagy bringával, hogyha vidéken él az ember, akkor miért nem mehetne székutason például? Hadd szívjanak már egyszer a bringások. Jól van. Hát lehet hallani sztorikat. Jó, vigyétek a kannátokat, amelyet a fűnyíróba szántok benzint a saját magyar rendszámú autótokkal. Jó, vigyétek úgy. Igen, amikor visszapattan a kútfej, hogy tele van az autódnak a tankja, akkor még nyomjál rá kettőt, hogy nagyon-nagyon tele legyen, és otthon egy csővel átszívsz a fűnyíró. Az is működik, hogyha a töltőpisztolyt beleteszed a kannába, tehát hogy a benzinlopás nélkül is. Senki nem akar fűnyírozni, ez mind a szlovákoknak akar eladni. Ez mind seftelni akar, ezért kérdezik. Szerinted fűnyírozni akar? Hirtelen mindenki láncfűrész, fűnyíró. Hirtelen mindenki tavasszal kertészkedni akar? Milyen emberek? Ne haragudjon már, ezt a 30 darab stílfűrészt miért akarja átvinni a határon? Teletankolva. Na, gyerekek, a mai nap legjobb pillanatai jönnek mindjárt, és ez egy nagyon érdekes történet volt. Egy fiatal emberrel beszéltünk, aki egy Jacko gyűjteményt, egy kiállítást nyitott meg, de hogy ő hogy jutott hozzá Michael Jacksonnak a különböző relikviájához, itt aztán van Jackie kesztyű, zokni, cipő, állarc, amit akarsz. Egészen elképesztő történeteket hallottunk, és a büszke férfi nem más, mint Nagy Balázs. 10 óra lesz, 6 perc múlva. Valaki segítséget kér, és bevallom, hogyha valaki tud, akkor is csak hétfőn látjuk, hogy tud-e segíteni. Azt mondja, hogy a legnagyobb lányom most lesz 18, és eskü jó zenéket is hallgat, de teljesen oda van Harry Styles-ért. Teszem hozzá, igen, Harry Styles szerintem tök jó. Tehát szerintem az a jó zenék közé tartozik. És júliusban Pesten fog koncertezni, de sehogy nem sikerül jegyet szereznem neki, hogy meglepessem a 18. szüli napjára. Ha találnátok nekem valakit, akárkit, bárkit, aki eladna nekem legjobb esetben kettő, de akár csak egy jegyet, hatalmas boldogságot tudnék szerezni a gyereknek. Szép napot nektek, Rita. Oh. Na, hát figyú, azt tudom mondani, hogy aki tud Harry Styles jegyet, az hétfőn jelentkezzen. Uh-huh. Vagy írja meg nekünk, nem tudom... E-mailben meg tudja írni, boskor@retroradio.hu. Így van, hogyha tudunk segíteni. De egyébként ettől függetlenül mindig szoktak lenni, főleg a Facebookon ilyen szerveződések, ilyen csoportok, ahol ezek a jegyek így gazdát cserélnek, hogyha valaki közben jött valamire, nem tud elmenni, mit tudom ilyenek, akkor azt ott meg lehet találni. Jó, Rita is nézem körül, de én szívesen segíteni, tényleg Harry Styles egy abszolút érvényes előadó, tehát jó ízlésű a gyerek, hidd el, mehet. Menjen, ha van jegy. Na jó, sziasztok, és ha kettős állampolgárként fűnyíróval megyek megtankolni a láncfűrészemet. Drága lesz. Ne lepődjél meg, ha nagyon megvernek a kutasok. Jó hétvégét, szabad csapat, új barát, két jével állatok vagytok, teted le, üzene nagykozári fuvaros. Ezen a héten is fullban nyomtátok, egyesek durogtatva, teted le, főni, és mennyi haza, Joci, a bordiller. Nekem Mihály Schumacher 1998-as magyar nagydíj futamgyőztes baseball sapkája van meg. Szerintetek mi értéke lehet ennek? Ezt nem lehet megsatszolni. Ezt tényleg nem lehet megsatszolni. És igazából az értékteremtés az is egy művészet. Tehát, hogy azt hogy árazod be, és egy aukciós ház, ahogy elmondta Balázs, sokkal többet tud kérni érte, mint egy eBay hirdetés. Igen, és valószínűleg egyébként ott is mondjuk, ha elviszed egy-két aukciós házhoz megmutatni, bár nem tudom, Magyarországon ilyennel foglalkozik-e nagyon valaki, akkor legfeljebb egy ilyen kikiáltás, hogy induló ára tudnak mondani, hogy honnan érdemes. És azt is elmondta Balázs, hogy Magyarországon az aukciós házak is jóval alacsonyabb, így szerezte olcsóbban a Hamilton Overall-t, ha jól emlékszem, jóval olcsóbb ára, vagy alacsonyabb árakat érnek csak el, mint egy külföldi aukciós ház. Tehát ez nagyon, ez nem lehet megmondani, hogy mennyit ér, így nem. Ja, szeretlek benneteket, nincs mese, ez egy szép búcsú SMS szerintem. Nincs. Mi nincs? Mese. Ja? Oké. Okay. Anett, hát mi lesz? Lesz új barát? Hát, hogyha új barát nem is, de megyek az unokaöcsémhez, úgyhogy meglátogatom Ausztriában. Most a hétvégén. Komolyan? Mész Ausztriában? Igen. Jó, ebben a ruhában?
Nem, hanem egy vezetős nadrágban. Vezetős nadrág. Vezetős nadrág. Oké, fágó piros sziluettjét látom. Képzeljétek el, a nyakától felfelé mondom, szélesedik. Nyakától felfelé. Húztam mindenit. Aztán megalapoztad a napját. És egy pohárban végződik. Aha, a feje? Hát ezt látom a sziluettben. Mm. Igen, ő fog benneteket szórakoztatni mostantól. És mit röhögsz? Hát ez a kép. Mi? Hát mindig mást kell mondani. Igen. Tényleg csak a sziluettet, mit látsz? Csak a sziluettet látod, nem? És tényleg egy pohárban végződik a nyaka. Igen. Na jó van. Mindenkinek jó szórakozást pirossal, mindenkinek kellemes hétvégét, igen? Neked is jó utat. Ja, jó, neked is jó utat egyébként, de hát ugye ez a vasárnapi hideg, ez annyira nem tetszik. Na, vigyetek pulcsit. Viszünk. Én viszek. Pulcsit. Köszi, Gyuri. Papa. A te tanácsoddal megyek haza. Halálom, tesó. Hétfő reggel 6:08. Viszlát.